Hát üdvözlök mindenkit a Kutyapártnak az évértékelőjén. Itt ugye hozzászokhatunk az évértékelőkön, hogy egyrészt egy ilyen zászlórengeteg van a háttérben, másrészt pedig hát, politikusok dicsérik magukat. Mi egy kicsit unortodox évértékelőt gondoltuk, mert egyrészt az összes zászló elfogyott, felvásárolta a többi párt, másrészt pedig olyan kínos, amikor az ember magát dicséri, úgyhogy inkább megkértünk néhány politikai elemzőt és szakértőt, hogy ők értékeljék a mi évünket. És akkor kezdeném jobbról, legjobb oldalt találjuk Ruf Bálintot, politikai kommunikációs szakértőt és kampánytanácsadót. Mellette Gáspár Kristóf ül, a Paradigma Intézetnek a vezető elemzője. Utána Mikesz Dániel találhatjuk, aki a Republikon Intézet elemzője és vezető kutatója. Utána végül Róna Dániel, aki politikai elemző és a 21 kutató központnak az igazgatója. Sziasztok! Legvégül pedig Terdik Rolandot köszönhetjük a sorunkban, aki a Kutyostat Researchnek a független közvélemény kutatója és nem azonos a névrokonával Terdik Rolandol, aki az MKKP-nek a kommunikációs igazgatója. És akkor bele is vágnánk. Én úgy gondolom, hogy az a legcélszerűbb, hogyha időrendben elkezdünk végighaladni az előző év eseményein, és mindenki mondja, mit gondol. Az első kérdésem az lenne, hogy hát ugye, mint tudjuk, egy éve kitört az orosz-ukrán háború, és a Kutyapárt azonnal igyekezett mobilizálni magát, ilyen ukrán menekülteket segítő sátrakat állítottak fel a keleti pályaudvarra és a nyugati pályaudvarra is, voltak többek között segélyszállítmányokkal Ukrajnában is, és azóta is aktívak a menekültek segítésében. És az lenne a kérdésem felétek, hogy hogyan értékelitek a Kutyapárt akcióit az orosz-ukrán háború kapcsán? És akkor kezdjük szerintem jobbról először. Valami egy történés volt, talán így értékelem. Annyiban talán ilyen különlegesebben, hogy nem az történt, hogy mint a többi pártnál, hogy volt egy felfutás már akinél, aztán meg volt egy nagyon gyors lefutás, hogy aztán inkább benne foglalkozunk, hanem ti így, hát amennyire lehetett, nyomtátok. Sziasztok! Köszönöm, itt lehetek, és akkor már pár mondatot mondtam is rögtön. Hát én azt gondolom, hogy nyilván abból a szempontból nagyon más volt a Kutyapártnak a hozzáállása, mint mondjuk a más pártoknak a hozzáállása ez a konfliktushoz. Hogy valóban itt ugye nem feltétlenül csak a politikai haszonszerzés logikája mozgatta ugye itt az akciókat. Ez vagy azzal magyarázható, hogy gyenge volt ennek a kommunikálása a párt részéről, vagy azzal, hogy tényleg nem volt ilyen szándék. Ezt ki döntse el maga, hogy mennyire gondolhatott. És itt nyilván főleg a háború kitörésének mondjuk első egy-másfél hónapjára gondolok, a választásokig bezáruló időszakra, ahol azért azt láthattuk, hogy hát ilyen más pártokkal ellentétben nagyobb kampányolás helyett, vagy kampánytevékenység helyett, ugye nyugati téren volt egy nagy sátor, és volt aktív kommunikáció arról, hogy hát itt valóban vannak menekültek, és őket segíteni kellene. Ugye már volt ilyen más esetben is, hogy sok menekült megjelent, csak akkor egy másik pályaudvarnál, a keleti pályaudvar környékén, ezelőtt 8 évvel lassan, amikor hát ugye civil szervezetek voltak, akik menekülteket próbáltak segíteni, meg is kapták a magukét ugye a kormány médiától ezért, ugye migránssimogató, menekült barát, nem is tudom milyen kedves jelzőket kaptak a kormány részéről. Ezek a szervezetek is, most a Kutyapárt ezt el tudta kerülni, de valószínűleg a konfliktus is, meg a ideérkező menekültek, emberek is mások voltak. És hát ebből a szempontból szerintem biztos, hogy nem tudom, hogy emberileg, morálisan abszolút ez egy nagyon jó és fontos és előremutató cselekvés volt a párt részéről, de ugye mi politológusok vagyunk, meg politikai elemzők, szóval mi ezt talán másodlagosnak tudjuk tekinteni ebből a szempontból, hogy hát politikai haszonszerzés szempontjából talán kevésbé volt ez a része sikeres, politikai kommunikációs térben sokkal nehezebben tudott betörni így a párt, és hát a választáson is nem gondolom, hogy nem tudom, az a nagyjából 180 ezer ember, aki a Kutyapártra szavazott, az a menekülteket segítő hozzáállása miatt szavazott a pártra, ezt nem tudom, biztos voltak sokan, akik emiatt vagy emiatt is,
de az egészen biztos, hogy hát fontos volt, és nem tudom, én is nagyjából én tudok elmondani erről, ez is megtörtént, és szerintem jó, hogy megtörtént egyébként. Köszönöm a meghívást, köszöntök mindenkit. A politikai altruizmus, illetve a szolidaritás alapú politikai cselekvésnek, annak Magyarországon is azért van hagyománya. Azt látjuk, hogy 2010 után az egész alternatív aktivizmusnak, mozgalmiság az egyik legfontosabb témája, az a lakhatási szegénység, a legfontosabb ilyen szervezet a város mindenkire, ahol alapvetően egy ilyen szolidaritás alapú tevékenység folyik. És 2015-ben, ahogy Kristóf is említette, ott azért megjelent egy ilyen másfajta politikai altruizmus, ami a menekültek segítésében jelentkezett. Ahogy Felsőt Margit ezt mondta, tulajdonképpen az altruizmus politikaivá vált, illetve a politikai cselekvés egy ilyen jótékonysági formát vett fel. Hogy ez miért nem jelent meg? Egyrészt miközben elkezdődött a háború, azért folyt egy választási kampány is, tehát nem feltétlenül a politikai szereplők nem azzal voltak elfoglalva, hogy a politikai altruizmuson keresztül valósítsák meg a politikai cselekvést. Másrészt ez nem volt egy olyan politikai térben vitatott cselekvés, mint 2015-ben, hiszen a kormányzó jobb oldal is azt mondta, hogy akkor segíteni kell. Persze azért lehetett látni, hogy volt egy fázis eltolódás, hogy előbb a civil szervezetek, vagy akár mindenféle szervezeti háttér nélkül emberek, csoportok reagáltak erre a válságra. Majd aztán ugye volt is egy olyan pillanat, amikor így államosította is a kormány a civil segítséget. Nem emlékszem pontosan, de talán ugye az volt, hogy ahol fogadták az ukrajnai menekülteket, akkor oda rendelni. És ahogy ki is tűnt a sajtot, vagy rosszul emlékszem talán. Minden esetre abban a politizáló közegben ez a fajta politikai altruizmus, ez nem feltétlenül úgy jelent meg, mint ami önmagában egy politikai akció. Mi 2015-ben ez sokkal egyértelműbbnek tűnt, hogy ez valami fajta magában hordoz egy politikai kritikát, azzal szemben, ahogy az akkori Orbán kormány bánt a menekültekkel szemben, illetve hogy kezelte ezt az egész ügyet, vagy létrehozott egy ilyen ellenséges véleményklímát. Mindez persze nem von el a tevékenységnek, ennek az akciónak az értékéből, és hát azzal majd ugye később fogunk rátérni, hogy azért majd később is történnek olyan akciók, amelyek sokkal inkább ebben a politikai mezőben értékeli őket a közvélemény és talán a többi politikai szereplés. Sziasztok, én is köszönöm a meghívást. Azt figyeltem meg, hogy egyfajta komolysági sorrendben ülünk itt, tehát jobbra a Bálint és a Kristóf Zakóban, ugye ők komoly elemző benyomását keltik, a Dani meg én kockán sínkben vagyunk, de azért ő elegánsabb, mint én, és baloldalt vannak ugye a kutyapárt képviselői. Ez valószínűleg egy ilyen tudatos ültetés eredménye volt, és én teljesen kívül békülve a helyzettel, a relatív pozíciómmal. Nehéz sokat hozzátenni ahhoz, amit a három kollégám elmondott. Nekem is a menekültek segítése, mint ilyen karitatív akció tűnt fel, és a kutyapárt kapcsán ez a vicces posztokon kívül ez az, amiről a leggyakrabban szoktam értesülni. Én azt gondolom, hogy ennek van tere és létjogosultsága, és ez a fajta tevékenységet más pártok is gyakrabban csinálhatnák. Nagyon nehéz az Orbán rendszerben megtalálni egy ellenzéki pártnak a létjogosultságát, hogy miért mondja azt, amit mond, amikor mindenki tudja, hogy nagyon korlátozott az esély arra, hogy egy ellenzéki párt hatalomra kerüljön. Szóval nagyon, nagyon nehéz a dolga egy ellenzéki pártnak. Ebből az következik, hogy szerintem nincs egy aranyrecept, és nem lehet azt mondani, hogy amit ez egyik párt választ, az jó, és amit a többi, az rossz. Én szerintem a kutyapárt által kínált alternatíva is olyan, aminek van értelme. Az Ukrajnából jövő ukrán és magyar menekültek segítésének mindenképpen van értelme. Próbálok nem feldönteni semmit. Sziasztok, köszönöm a meghívást.
a Kutyostat Research teljesen független kutatási alapján két dologgal kellett a kutyapártnak akkor szembenézni, amikor február 24-én kitört a háború. Konkrétan akkor volt ez a jelenség, nem tudom, emlékeztek rá, hogy a Fidesz, gyanúsan Fidesz, illetve kamupártok által cserebelért aláírásokat semmisítettünk meg, és visszaléptettük egy jelöltünket. Tehát a háború kitörésének az időpontjában a párt magja az ezzel a problémával foglalkozott. Majd utána ugye felmerült az, hogy egy, hát lehet-e viccelni, tehát lehet-e egy kampányban különösen egy frissen kitört háborút vicc tárgyává tenni, vagy érzek tárgyává tenni, ami ugye a háborús szatír az egy létező műfaj, de azért valószínűleg nem egy választási kampányban egy éppen kitört háború esetében. De voltak próbálkozásaink ilyen politikai performance-ekre is egyébként, a hadihajó Húzafaszba, vagy mit is vetítettünk ki az orosz nagykövetségre, akkor Debrecenben a konzulátust kifestették a ukrán zászló színeire, és akkor azt nagyon látványosan ott lemosták, csak egy negyed órán belül kirohantak emberek és lemosták a járdát. Tehát ilyesmi volt, de aztán nagyon hamar kiderült, hogy az aktivistáinknak a jelentős része inkább segíteni szeretne a menekülteknek, meg hát kérdés ez, hogy a hadihajó húz a faszba, ezt kivetíteni a nagykövetségre, ez mennyiben segít valójában a háború káros útjainak, úgyhogy ez nagyjából így nézett ki. És ugye 2022 másik legjelentősebb esemény az a 2022-es országgyűlési választások voltak. És a következő kérdésem az lenne, hogy szerintetek milyen volt az Magyar Kétfarkú Kutyapárt kampánya, és mit gondoltok a választási eredményekről? Hát kezdjük a végén, az eredmények, hát azok szerintem magáért beszélnek, tehát valahol a nagyobb kétharmad lett így 12 év alatt össze eszkábálva. Ebből azért mindenki kivette a maga részét, most nem az itt ülőkre gondolok feltétlenül, de hogy a kutyapártnak is van szerintem benne egyébként hát a maga módján felelőssége. De hogy egy kicsit visszakanyarodnak az előző témához, és ebben átkössem, megpróbálom átkötni. Mindig, amiről beszélgettünk itt, hogy milyen ez, hogy akkor altruizmus, vagy segítség, vagy nem tudom, valamit lépünk, amit aztán majd a Fidesz majd bekeretez, és akkor majd mi leszünk a migránssimogatók. Szóval, hogy van egy, amikor ide jöttem, akkor azt kerestem, hogy mit fog nektek mondani, és igazából azt szeretném, hogy ez a politikai bátorság, ami így fájóan hiányzik a magyar közélet egyik oldaláról, ott van egy ilyen lehetőség, egy ilyen felkínált valami, hogy nem mindig úgy gondolkodjunk, hogy a Fidesz szeretné, hogy gondolkodjunk, és nem mindig azt gondoljuk, hogy mi fog erre majd a Fidesz majd reagálni. És akkor mondta Dani, hogy nincsenek receptek, hát azért kicsit azért vannak receptek, hát, hogy vannak az, hogy mi az, ami nem működik, tehát hogy ugye a negyedik kétharmad után, szóval mind a viccben, hogy a vadásszal kapcsolatban, a kezerdőben, meg a medve, most nem mondom végig, de hogy ebből a szempontból azért van egy ilyen receptkeresés, hogy vajon jó úton járnak-e azok az ellenzéki pártok, akik már negyedszerre is kétharmadot csinálnak, különböző felállásban, meg újakkal kiegészülve, aztán elmenve, aztán átalakulva, aztán ugyanabban, nem tudom, most nem mondom, hogy mibe, de hogy, és ugye ebben a kutyapártnak szerintem van egy olyan felelőssége, és itt a politikai bátorságról szerintem egy picit beszélni, aztán nem fogom hosszasan, hogy egyrészt van ez a bátorság, hogy beleállhatok valamilyen szinten, és ebben a dalnak érzem, azért nem olyan, vagy nem tudom, neki tök mondta, azért nem olyan elképesztő nagy látványossággal, hanem inkább tevéssel ebben, hogy igenis oda mentek, segítettek a ukrajnai háborúban, de amikor a másik oldalra kell nézni, hogy mi a politikai bátorság, azt hiszem a legnagyobb hiba, amit elkövettek ebben a kampányban, az az volt, amikor Márki-Zay Péterrel lehetett beszélgetni. És valami egészen ilyen szürreális módon, és nem feltétlenül úgy, hogy abban nektek volt igazatok, vagy hogy nem tudom, ki jött ki belőle jól. És ez a politikai bátorságnak ilyen, vagy ugye van egy ilyen mítosz, ami abból áll,
részben igaz, részben nem, ez a Dani ezt jobban, neki ez a szakmája, vagy ez jobban látja, hogy amikor a kutyapárt, ne legyen a felelőse az a kétharmadnak. Ugye körülbelül ez a lényeg, és általában nem vagytok a felelősei a kétharmadnak, de hogy most már nem tudom, eddig kétharmad van, és talán el kéne ezt így felejteni, hogy ti vagytok a felelőssé, vagy nem felelőssé a kétharmaddal kapcsolatos dolgokat, mert hogy ti ebbe a dologba nem tudtok sokat belerúgni ebbe a labdába most ebben a 22-es választásban. Ezért a kampányatokat nem is tudom ilyen szempontból úgy értékelni, hogy jó volt, vagy nem volt jó. Hát annyiban nem volt jó, hogy nem hittek el az 5%-ot, annyiban jó volt, hogy nem tudom, van újra pénzetek a állami támogatásból, bocsánat, hogy ilyen cínikus vagyok, és hogy ennek mi a tanulsága az, hogy amikor tehát, hogy az a fajta politikai bátorság, ami egyébként fel-fel bukkan néha az ellenzékben, aztán elmúlik nagyon gyorsan, és nagyon gyorsan belesimul a semmibe, az nektek itt egy lehetőség, hogyha nem megijedtek, vagy nem mindig azon gondolkodtok, hogy mit fog erre szólni a többi párt, vagy a Fidesz, akkor ebből lehet mit kezdeni. Ennek a hiánya meg ugye hát ugye az eredményt mindenki látta. A kampányról talán csak röviden pár mondatot mondanék. Én azt gondolom, hogy az nyilvánvalóan minden egyes politikai szereplőnek egy feladata, hogy hát ugye egy kínálatot tegyen a választó elé, hogy mit kapsz te, hogyha rám szavazol. Nagyjából ilyen egyszerű ez a képlet. És azért a kutyapárttal kapcsolatosan egy hosszú évek óta visszatérő kritika, megjegyzés, nem is tudom milyen jelzővel illesem, vagy egy tény egyszerűen csak, hogy sok választási kampányban, és ezzel most már elég sok választáson túl van a kutyapárt, ha jól számolom, akkor legalább ez volt a negyedik, ahol pártként indult el. Igen, harmadik, bocsánat. Ahol nem feltétlenül tudja az egyszerű választó, hogy amúgy mit kap a kutyapártól, hogyha rászavaz. Ugye a kutyapártnak is nyilván szavazóiról politikailag nagyon aktívak, jellemzően fiatalok, és mondjuk egy kicsit kevésbé ennek nagyvárosban, mint mondjuk a Momentumnak a szavazói, ezt úgy nagyjából lehet tudni. És egy picit most többen is lettek, hiszen ugye négy évvel ezelőtti eredményhez képest ugye megkétszerezte a párt a szavazóinak a számát, akkor ugye 90 ezer valamennyi volt, most meg 180 ezer valamennyi. De ugye itt nyilván megint relatív az eredmény, tehát Momentum is örül annak, hogy bejutott a parlamentbe, DK is örül annak, hogy ő lett a legnagyobb ellenzéki párt, csak hogy ettől függetlenül rendszer nem változott, csak még olyanabb lett, amilyen. Tehát hogy megint itt a relatív eredmény, valóban a párttámogatás újraboli megszerzés, ez nagyon fontos dolog, egy párt fennmaradása és növekedése szempontjából. És hát amúgy abszolút az is, hogy van most már 180 ezer, de lehet, hogy az utóbbi egy évben most már lehet van talán 200 ezer ember is, aki egy ilyen felfokozott választási kampányban is, vagy választási kampány végén egy választáson a kutyapártra tudna leszavazni. Ez mindenféleképpen fontos. Csak ugye az egész kampányal kapcsolatosan, és ezzel a cselekvéssel kapcsolatosan ugye az volt a nehézség, hogy látszódott, de nem mindenkinek. Elért embereket, de nem mindenkit. Azok, akik a kutyapártot követik a Facebookon, meg rendszeresen fölmennek a honlapjukra, azok számára nagyon magától értetődő, hogy mit csinált a párt az ukrán menekültekkel kapcsolatosan, mi volt az a ténylegesen maximálisan támogatható és nagyon fontos cselekvés, amit pártként és közpénz felhasználásával megtett, sokkal jobban felhasználva a közpénzet, mint bármelyik másik párt ebben a kérdésben. De ugyanakkor ez még nem ért el mindenkit. Nem azért, mert nem volt minden városban egy ilyen sátor, csak a nyugati téren, nem azért, mert... De egyébként részben azért is nyilvánvalóan, tehát hogy... Csak hogy ezért mondom, ennek a kommunikálása is az, hogy egy üzenetet is tudott átadni a párt, és valóban a hangsúly áthelyezése abszolút megváltoztatott mindent február 24-ét követően. Csak ugye más felek erre úgy reagáltak, hogy béke és háború közti ellentétét tették a választási kampánynak a tétjét, megint mások meg úgy reagáltak, hogy kelet-nyugat konfliktussá tették a választásnak a tétjét. Ugye a pártnak nem volt erre mondása, nem is mondom, feltétlenül gondolom, hogy kellett volna, hiszen azért a Mi Hazánknak se volt például mondása, mégis be tudott jutni a parlamentbe. De az viszont egészen biztos, hogy ennek a szélesebb nyilvánossághoz való eljutásnak nem ez volt a legjobb módja talán, és ennek is köszönhetjük, hogy hát 180 ezer ember szavazott a kutyapártra, ami még egyszerűen egy nagyon nagy relatív siker, csak a nagy egészet nézve ugye nem vagyunk előrébb a kutyapárt szempontjából biztosan. Tulajdonképpen azt mutatta ez a választás, hogyha erősödik a Fidesz, akkor a kutyapárt is, és hogyha
Ami jó ír lehet a kutyapártnak az, hogyha a trendeket nézzük, hogy nem csak a 18-as, tehát a 18 ugye 90 ezer, de hát ott volt a 19-es LP választás, ahol nagyjából akkor olyan eredményt érte arányt a kutyapárt, hogy most az országgyűlésén, tehát hogyha valaki húz egy ilyen egyenest, akkor az is elképzelhető, hogy így, hogy ez akkor a jövő évi LP választáson az már több mint 5% lehet. Tehát egyre erősebb, egyre jobb eredményeket ér el a kutyapárt, itt persze azért sok, és majd azt hiszem az LP választáson majd később ugye lesz, úgyhogy erre nem térnék rá, de hogy ahogy Kristóf is mondta, azért van egy ilyen, persze egy ilyen relatív siker, hogy több szavazatot kapott a kutyapárt. Az persze fontos, hogy itt akkor most visszatért egy ilyen blokkosodás így a magyar pártrendszerbe, és ebből is kaphatott, vagy azért is kaphatott több szavazatot a kutyapárt, mert ha már arról van szó, hogy kit hibáztatnak a kétharmadért, akkor a 18-ban például az LMP volt, illetve akik nem léptek vissza, aztán akik itt visszaléptek, őket mentek az LMP etikai bizottság elé. De hogy azért meg lehet találni mindig egy olyan, lehet, hogyha a kutyapárt is rész lesz a teljes összefogásban, akkor a Mi Hazánkat kritizálnák sokan, hogy miattuk van fideszes kétharmad. De hogy azért ez a szerep, ez ilyen szempontból adott, hogy aki nem vesz részt a két nagy blokkban, akkor valamilyen szinten akkor később az értékelésekbe előkerül, mint aki a felelőse lehet annak, hogy miért volt kétharmas eredmény a Fidesznek. Az, ami fontos a kutyapárt számára, hogyha kampányüzenetről van szó, hogy azért a kutyapárt így, hogyha nagyon ilyen politikai marketing keretbe próbáljuk ezt értelmezni, akkor szinte önmagát tudja eladni választásról választásra, hiszen maga a kampányüzenete az a léte, hogy ő létezik a blokkokon kívül, és hogy maga a közösségi cselekvése is önmagában hordozzák azt az üzenetet, hogy akkor mit gondol a politikai cselekvés létéről a párt. És ebből a szempontból az, hogy itt a segítés, a menekültek segítése, vagy hogyha ahogy ezt így használtam, az a politikai altruizmus volt a reakciója a pártnak, ugye azt hallottuk, hogy nem csak azért, mert hogy ez valamilyen fajta megfontolás lett volna, hanem azért, mert a passzivisták ezt szerették volna tenni. Ez viszont erősen kötődik magához ehhez a párthoz, amiket korábban tett. Tehát ilyen szempontból lehet, hogy egy kicsit így kanyarokkal jutottam ideig, de tulajdonképpen konzekvens volt a pártnak az üzenete és a kampánya ebben a helyzetben is, mert hogy ilyen szerintem önmagát adta. És lehet, hogy ezt egy kicsit nem gondolunk erre, de azért a választó úgy gondolkodik egy pártról, hogy valahova elhelyezi. Ez fontos lehet az egy adott kérdésben való üzenet, vagy az, hogy akkor milyen témát akar erősebben képviselni, de például az én volt kollégám Tóth Csaba írt arról, hogy az MSZP hogyan vesztette el a brandjét 2006 után, és hogyan értékelték egyre inkább azok a választók is, akik úgy gondoltak korábban, mint aki a gondoskodó állam letéteményese az MSZP, aki segít őket, egyre inkább, hogy nem képes őket segíteni akkor, amikor rossz gazdasági helyzetben vannak. Ilyen szempontból a kutyapárt számára fontos lehet bizony egy ilyen kampány során, még akkor is, hogyha háttérbe szorul az a fajta cselekvés, mert nem olyan látványos, mert elvész a zajban az, hogy megőrizze azt a fajta képet magáról, amit kialakított a választókban, mert még hogyha nagy is a zaj, azért egy kampány során sokkal inkább érzékenyek a választók a politikai történésekre, és jobban figyelnek így, még a nagy zajban is jobban érzékelhetik azt, hogy mit csinál a kutyapárt, jelesül, hogy akkor a nyugati téren, a keletinél segíti az ukrajnai menekülteket. A kérdés az volt többek között, hogy hogyan értékeljük a választási eredményt, és ez nagyon komplex, de igyekszem nem túl hosszú lenni. Szerintem fontos az elemzéseknél kiemelni, hogy legalábbis az én véleményem szerint Magyarország jelenleg nem demokrácia. Tehát a Fidesz több mint 10-szeresen túlköltötte az összes többi ellenzéki pártot, beleértve a kutyapártot is a választási kampányban, és ebben nincsen benne a közszolgálati médiának a költségvetése és egy csomó minden. Nincsen benne az, hogy a plakáthelyeken 70-80% van csak a Fidesz lehetett látni, de a maradék
10-20, maximum 30%-ban, de annyi se volt, az is megoszlott, az, hogy az ellenzéki pártok mit tehettek ki, mikor tehettek ki, az is korlátozva volt, illetve van. A állami hírügynökség az, hogy mit hoz le, mit nem hoz le. Az állami intézmények azok pártcélokat szolgálnak nagyon sok esetben. Szóval nem szeretném most hosszan mondani, mert nyilván aki érdeklődik a politika iránt, azt tudja, de hogy szerintem a kutyapárt 3% fölötti eredményét is úgy kell értékelni, hogy egy ilyen rendszerben született. Tehát nem egy demokratikus választáson, ahol minden párt megkapta azokat a lehetőségeket, amelyek legalább egy alapvető kampányhoz hozzásegítették, hanem itt volt egy óriási aszimmetria, ami nem csak pénzben nyilvánult meg, hanem állami erőforrásokban, és rengeteg más tényezőben. Nyilván ezzel sok a kétharmadnak, a második oka az, hogy az összefogott ellenzék pártjai és miniszterelnök jelöltje rengeteg hibát követtek el a kampány során. Azért ne felejtsük el, hogy a kampány elején, az előválasztás után a Medián szerint, ami ugye a legmértékadóbb közleménykutatónak bizonyult a felmérések alapján, fej-fej mellett pontosan ugyanakkor a támogatottsággal rendelkezett a Fidesz meg az ellenzék. Szóval egy egál körüli helyzetből, és egyébként az időközi választások is, a 2020-as időközi választások is ezt tulajdonképpen erősítették, tehát 21 végéig őszig egy egál közeli helyzet volt, és abból jutott oda az összefogott ellenzék ahova. Szóval én ezt látom a másik legfontosabbnak, abban most nem mennék be, hogy milyen hibákat követtek. A többi pártnak, a Mi Hazánknak és a Kétfarkú Kutyapártnak és a Gatyánnak ebben a helyzetben a legnagyobb kihívás a láthatóság volt. A Kutyapárt még ezen három szereplő közül is hátrányból indult, azzal, hogy a plakátokon sokkal kevesebbet lehetett látni, sokkal kevesebb plakáthelye volt. Még egyszer, én ezt a 3%-ot ezt ahhoz képest értékelném, hogy itt milyen lehetőségek voltak. És nem csak számszerűsítve, hogy kinek hány forint állt rendelkezésre, hanem hogy milyen csatornákon tudott eljutni a választók ki, és milyenekben nem. A felsoratú médiában mennyit szerepeltek, és mennyit nem. Én szerintem, hogyha így nézzük, akkor viszonylag magas az a támogatottság, amit sikerült elérni a Mi Hazánknak is, és a Kétfarkú Kutyapártnak is. És még egy dologra reagálnék, amit a Bálint is feszegetett, meg a Dani is, ez a kétharmad mennyiben tartható a kutyapárt felelősségének. Ugye a felelősség szó azért nagyon nehéz, mert ez egy normatív értéktelített állítás. Tehát elemzőként nagyon nehéz megmondani, nagyon nehéz morális felelősségről vitatkozni. Közleménykutatóként annyit tudok mondani, hogy ez kétségtelen tény, hogy a kutyapárt szavazóinak a nagy része, abszolút többsége az ellenzéki pártok jelöltjeire szavazott volna, hogyha a kutyapártnak a jelöltje nem lett volna ott a választáson, vagy nem indult volna. Látom, hogy vannak, akik rázzák a fejüket, biztos a kutyostat majd elmondja, hogy ők mit mértek. Én elmondom, hogy mit mértünk, és ti meg annak hisztek, akinek szeretnétek. Ugye a kutyostatra jobban hallgassatok, mint a saját tapasztalatotokra, mert ugye az, hogy ti kikkel beszéltek, kikkel találkoztok, az nem az a 190 ezer ember, aki a Kétfarkú Kutyapártra szavazott, hanem az néhány száz, néhány ezer ember, aki politika iránt érdeklődőbb, tehát a személyes tapasztalatok azok félrevezetőbbek. Voltak kétségtelen olyan szavazók, akik a Fideszre szavaztak volna, hogyha a kutyapárt jelöltje nincs, és olyanok is voltak, akik otthon maradtak volna. De a mi méréseink szerint ennek a két csoportnak az aránya még együttesen is kisebb, mint azoknak az aránya, akik az ellenzéki jelöltekre és pártokra szavaztak volna. De én ebből nem vonom le azt a következtetést, hogy akkor ez a kétfarkú kutyapárt hibája. Mert azt is lehet mondani, hogy az ellenzéki jelölt, vagy az ellenzéki párt, vagy pártok, ha jobb teljesítmény nyújtottak volna, akkor valószínűleg nem szavaztak volna ezek a szavazók a Kétfarkú Kutyapárt jelöltjére. Valószínűleg ezen szavazók jó része azért szavazott így, mert valamilyen szempontból elégedetlen volt az egyébként sokkal nagyobb médiával, médiafelülettel, pénzmennyiséggel, stb. Rendelkező ellenzéki összefogás
jelöltjeivel, pártjaival. Szóval ez a kinek a hibája, szerintem válasszuk szét a kérdést, tehát közvéleménykutatási adatokkal én tudok objektív tényekkel szolgálni, de az, hogy kinek a hibája, szerintem egy elég szubjektív dolog, úgyhogy én abban azért inkább nem mennék bele. Vagy nem érzem úgy, hogy közvéleménykutatási adatokkal alá lehetne támasztani egyik vagy másik álláspontot, mert ezek morális álláspontok, hogy kinek a hibája. Nem annyira kellemes ez a mikrofon. Akkor először erre szólnék. Hát a listás eredményünk és a egyéni jelöltjeinkre leadott szavazatok közötti különbség az nincs akkora, ami ezt így indokolná szerintem. Tehát valószínűleg nem azt, de mi is azt feltételeztük, sőt a kampány hajrájában úgynevezett nagyon rendes módon több helyen elmondtuk, hogy az az ellenzéki szavazó, aki nagyon szeretné, hogy ez a kormány bukjon, úgymond, erre is visszatérek hamarosan, az egyéniben nyugodtan szavazzon le a jelöltjére, ha úgy gondolja, tehát a hatpárti ellenzék jelöltjére, hogyha úgy gondolja, hogy az illető nem végtelenül kellemetlen figura, mint mondjuk Tóth Csaba lett volna az Zuglóban, ha a hatházi helyett mondjuk ő nyeri az előválasztást. Tehát ez annyira nem működött szerintem. Viszont helyesbítenék, mert az alapvető állítás az volt a kampányban a hatpárti ellenzék részéről, hogy miattunk nem fog eltakarodni Orbán Viktor, következik a felcsúti per, és miattunk hozzák vissza megint Pataki Attilát az űrből az UFO-k. Tehát, hogy ez fog történni. Ehhez képest most valóban van ez az állítás, hogy a kétharmad lett miattunk, mert ezt viszonylag hamar elfelejtették, tehát a választás után két nappal. Körülbelül most Márki-Zay Péter, ahogy pártot alapított, azonnal hirtelen eszébe jutott, hogy miattunk van kétharmad, ez biztos nincs összefüggés a két dolog között, de előtte már egyszer bocsánatot kért azért, amiért minket Fidesz bérendszerzett tulajdonképpen ilyen közvetve a kampányban. Mit is akartam? Ja igen, és az volt a többek között ez a probléma, hogy amennyire én tapasztaltam, viszonylag sok szavazónk elhitte Márki-Zay Péternek, most nem akarok hosszan emzépízni, de az előválasztás után, hogy ő egyszerre fogja elzavarni Gyurcsányt és Orbánt, ami hát így viszonylag hamar szintén szertefoszlott ez az illúzió, de szerintem elég sokakban tartotta magát ez a nézet a szavazóink közül, vagy hát a szimpatizásaink közül. Most nyilván Facebook üzenetekből, meg kommentekből nem lehet természetesen következtetni, de meglehetősen sok olyan visszajelzés jött, hogy megbentek ezt, hogy a Márki-Zay Péter vezette hatpárti ellenzéki listára szavaztak le, és nem ránk. Ja, mondjuk nyugodtan legyek hosszabb, tehát itt én kevesebb nagyobb kérdést hoztam, de akkor menjünk tovább, hogyha is több hozzászólni való. Na, tehát az a következő kérdés, hát ugye választások után nem állt meg az élet, hanem folyt tovább. Tehát a kutyapár szempontjából ilyen három területet határoznék meg, amit történt a választás után. Egyrészt volt egy csomó időközi önkormányzati választás, ahol a kutyapártnak indultak önkormányzat képviselőjelöltjei. Most nyájat felsorolja, például a júniusban Terdik Roland, ez egy harmadik Terdik Roland, ez egy elég gyakori név a kutyapárt környékén. Ő a hetedik kerületben 13,25%-ot ért el. Aztán a júliusban Újpesten Magyar Péter 4,01%-ot, a Kecskemét Hírösvárosában pedig Kordik Szabolcs 4,92%-ot, de még megemlíthetnénk Bürger Zoltánt, aki Szentendrén 6,08%-ot ért el, illetve Budai Sanyit, aki 6,15%-ot Óbudán szeptemberben. És talán még a legfrissebb eredményeket is mondanám, amiket találtam, hogy októberben Tamisita 5,4%-kal végzett Újbudán, illetve Hildebrand Krisztián 3,13%-kal a második kerületben. A másik ilyen eseménycsoportot, amit kigondoltam, az ugye voltak mindenfajta rendkívüli események. Itt gondolok itt a katatüntetésekre, a rezsi és válságra, illetve a benzinválságra, valamint az inflációra, valamint a folytatódó tanártüntetésekre, még pedig ugye a párt is működött tovább, és az lenne fejtek a kérdésem, hogy mit gondoltok, milyen volt az MKKP teljesítménye ebben az időszakban szerintetek? Kicsit reagálva,
hogy kell vitatkozzunk, hogy ne csak unalmasan így menjünk egymással, elnézést, akkor magamhoz ragadom a vitatkozásnak a kedvét, hogy szóval itt úgy élünk itt 2023 márciusában, lassan az idusa felé, és akkor azon kesergünk, régen még jogosan is, hogy hát igen, a másik milyen nagy, milyen sok pénze van, meg hát igen, a állam is, meg a nem tudom, most nem kifigurázva Dani, csak hogy abban, hogy igen, igen, hát igen. De azért elindultuk ezen a választáson, mindenki elindult ezen a választáson, tudtuk, hogy mi fog történni ezen a választáson, tudtuk, hogy mekkora, nem tudom, Dávid Góriát dolog van, és igen, volt valamikor, én ezen nem, hogy mondjam, kritikát, vagy hogy mondjam, kellő tapasztalattal azt mondom, hogy nem volt soha fejfej mellett talán a két blokk egymással, de nagyon közel volt talán októberben egymás hossza a két tömb. Egyébként is már ez nagyon nehéz egy múltnak a ködében, meg a illető úriembernek az utána lévő hát ilyen Buster Keatonos szereplése után arra gondolni, hogy miért volt az, hogy ez az ember, most a Márki-Zay Péterre gondolok, ennyi ember tudott egyébként mozgósítani, és ennyi ember hitt benne, sokat a kutya párt szavazói közül is. És ez azért volt, mert ő egy kicsit más csinált, mást mondott, másképp csinált, mint az eddigi establishment pártoknak a vezetői. És volt egy olyan pillanat, ez egy rövid pillanat volt, de volt egy olyan pillanat, amikor egy csomó ember elhitte róla, hogy képes ezt az ország vezetni, mert például a két vagy három televíziós vitában ő volt egyiket a legjobb. És én a saját, meg is már nem tudom, 40 fölött vagyok, már sok mindent láttam, és sok, főleg az elmúlt 13 évben annyiszor hallottam már, hogy miért nem tudjuk legyőzni a Fideszt, hogy azt, hogy már lassanként egy ilyen, tényleg egy ilyen szágát tudné belőle írni, hogy éppen miért másnak a hibája. De azért az nagyon kevésszer fordult elő az én életemben, hogy 18-19-20 éves fiatalokat lássak tömegsorokba arra várakozni, hogy leadhassák a szavazatokat a Márki-Zay Péterre. És egyébként még egy zárójelet nyitva, ő fel se fogja, és azóta se fogta fel szerintem, hogy ez mekkora tett volt, hogy a magyar politika egyik szent helyét, hogy a 25-30 év alatti fiatalokat tudta ő legalább valamilyen szinten mobilizálni, akik aztán persze, hogy mondtok is, nagyon hamar kielvezettek belőle, mert igazából ő nem, hogy is mondjam, tehát oda akart ülni a nagyfiúk asztalához egy sámin, és amikor odaült, akkor meg aztán minden jobb lett. Na most, és hogy itt üldögélünk és beszélgetünk, és ugye én azt gondolom, hogy ha van valami cél ennek a beszélgetésnek, az, hogy vajon mitől lesz más. Tehát, hogy beszéltük arra, hogy igen, jó lesz majd akkor 24-ben lesz az EP választás, meg önkori választás, akkor majd a kutyapárt el fog érni valamilyen százalékot, majd biztos erről fogunk beszélni. De engem ez, hogy mondjam, annyiba kevésbé érdekel, hogy mikor, hogyan lesz vége a Fidesz rendszernek. Vagy egyáltalán vége lesz-e, illetve, hogy a kutyapártnak az van-e a fejébe, és most nem, ez, hogy mondjam, félig provokatív kérdés, hogy igen, van egy utunk, amivel majd, hogyha hagynak minket békén és csináljuk a dolgunkat, akkor a vége valami, ennek lesz valami eredménye. És hogy ezek, nekem fájóan hiányoznak ezek a beszélgetések, és azért így keringünk így körbe-körbe, hogy akkor miért vagyunk itt a politikai színpadon, akkor, mint a Dani mond, hogy közben nem tudom, 10-szeres, 100-szoros, 1000-szeres a különbség a Fidesz blokk és a, nem tudom, az ellenzéki blokk mindenében, nem csak anyagilag, hanem szellemileg is, de ez egy másik kérdés, ez a mi hibánk is. Illetve az, hogy hát mégis van egymással rengeteg elégedetlen ember, rengeteg dühös ember, és ezek az emberek hova fognak menni szavazni, illetve elmennek-e szavazni bárkire. És amikor beszélgetünk arról, hogy kinek volt a hibája a kétharmad, hiszem a kétharmad azért volt, annak volt a hibája, aki nem tudott ezek az embereknek alternatívát mutatni, hanem azt mutatta, hogy ugyanolyan hülye, mint nem tudom, vagy még hülyébb, mint amit mutatott magából. És ebben rengeteg embernek a reményét, az életét tette egyébként ilyen szempontból politikailag tönkre. Utána mi történt elmúlt 22-es évnek a különböző történéséből, hogy akkor voltak, ne, bocsánat, hogy ezt mondom, hogy voltak időközi választások, amint 16-600-os részvétel mellett mit ért el a kutyapárt, engem ez persze örülök neki, hogy ilyen sikeresek vagytok, de abból a szempontból, hogy az országunknak mi lesz a jövője, ebből a szempontból, hogy ez nem, ha nincsen valami mondás, hogy ez hova fog felnőni, akkor ez ugyanolyan messiás várás, mint ami volt 4 éve, 8 éve, 12 éve, különböző pontokra húzva, éppen most ti lesztek ezek, akikre majd egy idő után, amikor majd arra fog fordulni, akkor majd meg tudtok látni, hogy majd megjelennek az ÉS-ben, meg a Magyar Narancsban azok a cikkek, hogy hát lehet, hogy mégis akartok kérdezni szavazni, mert majd akkor majd ti elhozzátok azt a győzelmet, amit nem hozott el Bajnai Gordon, Karácsony Gergely, Márki-Zay Péter, és a kutyafüle, nem tudom, kicsoda volt még, aki fel volt így dobva. És hogy...
A dühöt szeretném mondani, ami bennem van ebben, mert ez a düh szerintem nem csak bennem van, hanem rengeteg kortársamban, és az élete így elmúlik szépen a NER-ben, közben arra beszélgettük, hogy milyen volt az időközi választás. De hogy van egy másik hírem, miközben van egy másik párt, aki nem ebből a hat pártban jön ki, hanem a Mi Hazánknak hívott, hogy micsoda, ezt most nem akarom abban a definíciós vitába keveredni, hogy a Fidesznek a szatellit pártja, vagy a szatellit, mindegy, de ő viszont ezen dolgoznak, hogy ezt a dühöt, amit az emberek éreznek, amit például abból, hogy mondjuk duplájára, triplájára emelkedett mondjuk a megérhetése mindenkinek, és hogyha bemegy a boltba, akkor tényleg luxus cikké válnak. Azok a cikkek, látok, akik mondjuk a 60-as évektől kezdve nem tudom, ezek a luxus cikkjá, lásd baj. És hogy ez egy folyamat, ami zajlik, és az történik, és ebben egyetértek a Lanival, hogy ha azok benne, az lesz, ami itt történt, amit így látunk, mi fog történni a következő egy évben előttünk, akkor az fog történni, hogy lesz egy választás 2024-ben, az LP választás, amiben a Fidesz majd meg fogja tenni a maga nagyon komoly szintjére, és létre fog jönni, szerintem e fele megyünk, de ne legyen igazam, az a 2009-es állapot, amikor a centrális előtér létrejön. Lesz egy nagy Fidesz monolit, és mellette majd lesznek jobbra-balra bóckodók, akik majd nézik a nagy monolitot. És az ország megint megy be újabb körbe, és akkor majd 2 év múlva, 5 év múlva, 10 év múlva, én már kicsit idősebb leszek, már nem is fogok élni, arról fogunk beszélgetni, hogy akkor hát igen, mi történik, hogyan fogunk ebbe előre menni, és hogyan fogjuk majd legyőzni a Fidesz majd a következő időszakban. Szóval én ennek a szemüvegén javaslom neked, nem tudom, hogy érted, amit mondok, hogy igen, bemehetünk mindenféle technikai részletre, vagy csak az a kérdésem, hogy amikor az emberek keresnek valakit, hogy hova szavazzanak, akkor rátok azért szavazzanak, mert én nem adatok még. És most majd ez van egy ilyen messiás várás, hogy mégis ide jöjjön. És igen, az establishment ellenzék, akik a parlamentben ülnek, és többé-kevésbé melegedve járnak oda, meg éppen elmondják az ATV-be, hogy ők bér a rendszer ellenzéke, azoknak meg ugye csökkennek, nem növekszik a támogatottságuk, biztos majd a torta rendeződik át, és már tényleg már nagyon hamar ott van a 20%-on a DK, és majd meg fogják mérni, hogy már ott is van, de ettől még a rendszer maga nem változik. Hogy fog változni akkor, hogyha ti kerültök ebbe a helyzetbe, hogy most mindenki, vagy nagyon sokan rátok néz, jegyzem meg, ennél sokkal többen néznek a Mi Hazánkra, de hogy ez azért nagyon más helyzetbe lévő párt. Na, nem tudom, hogy eleget, hogy jó elvita mondása, mert tudunk itt még végelemezni ezek. Én tudok beszélni bármiről órákon keresztül, ez a szakmám, de hogy lehet, hogy inkább izgalmasabb, hogyha kicsit így vitatkozunk egymással. Bár nem tudom, mekkora vita lesz, de odaadom neked. Vitázkozzunk. Nem tudom, Dani, hogyha szeretnéd folytatni, akkor nyugodtan. Nem, mondja, nyugodtan. Mondom, jó rendben van. Jó, hát figyeljetek, abszolút én is azt gondolom, hogy a legfontosabb kérdés az most elhangzott. Tehát abszolút ez a legfontosabb kérdés. Annyiban talán a technikai részleteket is megvédve, és tényleg csak egy félmondat szintjén, fontosak az időközi választások, abszolút fontosak az időközi választások, de ugye nyári időközi választásokról van szó, ahol 15 és nem tudom, 35% között volt a részvétel, bőségesen kétharmad után, bőségesen elmaradva nyilvánvalóan a 2019-es vagy a 24-es önkormányzati választási részvételektől, ahol ezek relatíve ismételten nagyon jó eredmények, amit a harmadik teretik Roland ért el, és még ki mások kutyapárt színeiben, de ugye ezek az eredmények, hogy jól gondolom, a harmadik vagy negyedik helyre voltak elegek, amiket elmondtál. Harmadik vagy negyedik. Bocs, csak annyi... De hogy az összes többi eredmények. Egy mondatot hadd tegyek hozzá, hogy ugye ahol a kutyapárt gyenge, ott nem indultatok el. Tehát, hogy Jászberényben nem volt kutyapárti polgármester jelölt, nagyvárosokban, meg főleg Budapesten indultatok el. Márpedig az, hogy országosan elérjetek 5%-ot, ahhoz Budapesten 10-et kell, mert máshogy nem fog menni, szóval csak ezért is intenék még óvatosságra. Egyáltalán nem volt polgármester jelöltünk. Jó, ezt mondom. Szerintem a többiek is ezt mondják. Illetve bocsánat, volt ásott halmon Magyar Gábor elindult, és csak azt nem említettem, de 2,19%-os eredménnyel, de az is szép eredmény szerintem. Szerintem minden eredmény nagyon szép eredmény, tehát
személyes, aki elindul, az lehet büszke az eredményére, csak nyilvánvalóan meg a közössége is lehet büszke, és kell is a közösségnek büszkénk lenne az eredményre, csak nyilván azért a nagy egészben ez talán mérsékelten jelenik meg. Én talán azzal kiegészítve is, nem is tudom, ez a vita generálásnak a folytatása, vagy úgy általában csak a reakció rá, de azzal mindenféleképpen azért viszont foglalkozni kell a kutyapártnak, hogy ugye mit csinált a kutyapárt, mi hogyan írhatnánk le mondjuk ezt a 2015, nagyjából ugye én nem számolom a kutyapártnak a legfényesebb időszakának a, nem tudom, Mogás Dániel és Kálmán Olga az ATV-ben beszélget 2014-ben, kétségtelen nagyon szórakoztató volt, és sokkal jobb volt az ATV-n a műsor, mint amikor mi ülünk bent, az egészen biztos. De mondjuk, hogy 2015-ben a... Na, tehát kerestük. Mondjuk, amikor elkezdődött ez az egész menekült migrációs hullám, és arra ugye a kutyapártnak jöttek ezek az óriás plakátjai, és ugye általában már nem csak a vicces mémek voltak kirakva a kutyapárt oldalára, hanem picit nem komoly, de hogy olyan, mintha egy ilyen létező dolgot mondtak volna. Ez onnantól kezdve egy országos nyilvánosságot adott a kutyapártnak, és abszolút egy csomó embert elért, és elkezdte bevonzani őket. Nyilván ehhez kellett ugye adománygyűjtés, plakáthely, mit tudom én, nagyon sokféle minden. És innen kezdődött azért a szervezetépítés, ami egy tök jó kiinduló pont, aminek az eredményét most is látjátok, meg érzitek, hogy nem tudom, öten vagytok egy feladatra, hanem lehet, hogy már vagytok tizen, vagy mondtam valamit. Sokkal többen vannak, és sokkal több ötlet jön be az ötletpályázatokon, sokkal többen szeretnék elkölteni az állami forrásokat fontos projektekre, de hogy mondom, tehát ez egy nagyon jó dolog. Csak ugye ott a nehézség, és talán a legelső felszólásomban is erre próbáltam utalni, hogy míg ugye egy klasszikus, tehát ugye mi is az egyetemen ezt tanítottuk, vagy ezt tanultuk, ezt tanítjuk, hogy hát ugye a pártok azok ugye szavazókért harcolnak, és ugye a szavazó az egy ilyen mennyiségi kategória, tehát minden több van, nekem annál jobb. Ugye a Fidesz nem abban jobb, bármilyen, tehát el lehet mondani, hogy tényleg a Fidesz mindenben sokkal jobb, de hát a legfontosabb még csak az, hogy hát szavazóból neki biztos, hogy sokkal több van, mint bárki másnak. Ugye azt se felejtsük el, hogy 2,5 millió ember 2022-ben nem a Fideszre szavazott. Ezt nem szoktuk elmondani, mert mindig azt higgyezzük meg, hogy a kutyapártra szavazott 180-190 ezer ember, az ellenzékre szavazott 1,9 millió ember, de ugye összeadjuk ezt az összes számot a bejutó és nem bejutó pártoknál, az 2,5 millió ember. Csak 500 000-val szavazott kevesebb ember, mint a Fideszre. Ez egy nagyon fontos szám, abból a szempontból, hogy itt ugye megint egy óriási mennyiségi különbségről beszélünk. Lehet, hogy ez már sokkal kevesebbnek tűnik, mint hogyha 6 párti ellenzékhez mérjük, a több mint 1 millió a különbség, de csak 500 000 a különbség, de az viszont nagyon masszív pont megjelent 2022-ben. Ez egy kiindulási pont, és ugye a másik út, amiről szerintem a kutyapárt abszolút a legjobbakat tudja mondani, ugye Dani is említette ezt a hát ugye olyan cselekvések, amik egy kicsit élményt adnak a tagoknak. Szerintem nagyon sok ilyen típusú cselekvésetek volt az utóbbi években, kétségtelen elképesztő szórakoztatóak voltak, többsége szerintem nagyon hasznos is volt, és tényleg a helyi, lokális szinten ezek nagyon jól meg tudtak jelenni. Mit történt ezzel? A résztvevők, a szavazók, akik aztán idővel, nem tudom, szimpatizánsokká váltak, majd ugye passzivisták lettek, majd lehet, hogy még pártagok is lettek, ők ugye egyre jobban a párthoz minél inkább közeledtek, egyre jobban magukénak érezték azt az egészet, amit a kutyapárt jelent. Ugye az ellenzéki szavazóknál, meg az ellenzék, hat párti ellenzéknél az a nehézség, főleg, hogyha pártok szintjére bontjuk le, hogy hát ugye mi adja meg egy párthoz való erős kötődést, ezt lehet választási magatartásban, meg mindenfajta kutatással jól mérni, de azért a nap végén mégiscsak az van, hogy mondjuk a Fideszes szavazók, hogyha a saját pártjukra vagy a saját vezetőjükre gondolnak, akkor elsősorban pozitív dolgot jutnak eszükbe. Orbán Viktor nagyon daliás, vagy nem tudom, Orbán Viktor nagyon szépeket mond a parlamentben, mondtam valamit, nyilván nem ezek jutnak eszükbe. Még az ellenzéki oldalon egy ellenzéki pártos szavazó, ha Momentumra gondolom, Momentum szavazóként lehet, hogy nem a legjobb dolgok jutnak eszébe, Momentán milyen jó, de hogy egyébként ez többi párt esetében is így van. És a kutyapártnak valószínűleg azért, akik ennyire szorosan kötődnek a párthoz, inkább a pozitív dolgok. Adott esetben az élmények jutnak eszükbe a pártjukkal kapcsolatosan, és nem az, amit mi elmondunk, hogy harmadik vagy negyedik helyen szerepelt egy teljesen irreleváns választáson a nyár közepén, 2/3 után, hanem ezek a jó élmények. Ez a minőségi szempont szerint nagyon fontos, és az ellenzéki pártok erre mondjuk talán a tavaly évben már elkezdtek egy kicsit figyelni, picit az identitás generálásra, a szavazó és a párt, a szavazó és a vezető között, de ugye ez baromi sikertelen volt az azt megelőző 12 évben, pici politikai pillanatokat leszámítva talán, ezt lehet mondani.
És ebből abszolút a következő útnak az, annak kell lenni a pártépítés szempontjából, hogy most már nem csak a minőségre, de a mennyiségre is próbáljuk a szavazók szintjén figyelni. És itt én se látom egyébként, és itt ugye pontosan a politikának ez a célelvűsége az, ami itt kicsit hiányzik talán, hogy el lehet olvasni mindenfajta jó írást a Kutyapárt honlapján, meg vannak üzenetek, meg én nagyon élvezem mindig, amikor ATV-be, Hírtv-be valamelyik politikusotok vagy pártigazgatótok bemegy, és tényleg baromi szórakoztató, a magamfajta, nem tudom, ilyen kocka, valóban kocka számára, aki ezeket megnézi, de hogy ettől függetlenül még ez ugye nem ér el sokkal több emberhez, és hát megmosolják az emberek, hogy ez tök jó volt, és sokkal jobb volt, mint hogyha komolykodó, de nem komoly politikusok ülnek be, és teljesen fölösleges beszédeket meg interjúkat adnak. De ugye te még nem lesz szavazó. Mi a kutyapárt célja? Hova akar eljutni? Jobbá akarja tenni a Ferencvárost, jobbá akarja tenni a 12. kerületet, jobbá akar tenni lokális helyen dolgokat, átláthatóbbá akarja tenni az ország működését, a korrupciós programokat, vagy korrupcióra használt programokat akar feltérképezni, ezek nagyon fontos, meg elképesztően előremutató dolgok tudnak lenni azok számára, akiket ez érdekel, de ugye ez a kisebbség a magyar társadalomban, az elenyésző kisebbség. Mi az, amit a nagy kérdésekben, az embereket valóban érdeklő kérdésekben a kutyapárt képviselés mond? Lehet alternatívát mondani? Abszolút lehet. Hogyha csak ezeket, ha már évértékelőn vagyunk, az előző évértékelőkön, a februári hónap nagy évértékelőjén, Ungár Péter két dologról nem beszélt a 13 perces beszédében, háborúról és az inflációról. Egyszer sem hangzott el, mert ő másról akar beszélni. Mindenki másnak ezek kötelező elemek voltak, ő erről nem beszélt. Pedig ugye ezek a jelenlegi tudásunk szerint azok a fontos kérdések, amik sok embert érdekelnek legalábbis, mikor nem is a népszerűbb témák más időpontban, de most a megélhetés az abszolút ott van. Mi az, amit mond a kutyapárt ebben a kérdésben? Szerintem, hogyha erre tud a kutyapárt idén valamilyen fajta választ adni, és ezt jól kommunikálja, akkor abszolút ez lehet egy olyan sikerprojekt, ami legalább szerintem, és nem akarok ennyire kritikus lenni, mint a Bálint, de hogy legalább az ellenzéken belül valamilyen fajta útnak a következő lépcsőfokát tudja jelenteni, adott esetben pont azzal, mint amit a Momentum ezelőtt 4 évvel meg tudott csinálni. Elindult a választáson, baromira kikapott, semmit sem ért el, de a következő EP ment az országgyűlési választáson 18-ban, de aztán az EP választáson meg meglepetésre, vagy mennyire meglepetésre hozott 10%-ot és 2 EP képviselőt. Ez lehet egy út, hiszen ugye ennek láttuk, hogy van következménye, csak ugye, hogy mondjam, ezért tenni is kell, és ebben a pártnak, meg a párt vezetésének hihetetlenül nagy feladata van, és ez nem egy könnyű dolog, főleg, hogyha ezzel nem gondolkodtak. És ez nagyon jó. Sok mindenről szó volt, és szerettem volna több helyen is fölvenni, amit folytatni, és talán vitatkozni is azzal, amit mondtatok, mert tényleg valóban sokkal izgalmasabb. Kicsit Bálintnak csak annyit, hogy és most nem Márki-Zay Péter a kérdés, de az, ami fontos lehetett abban, hogy miért kapott akkor a szavazatot az előválasztáson, és erre nincsen mérésem, csak nekem egy benyomásom, hogy egy olyan érzékelés is lehetett, hogy neki van esélye. Tehát, hogy ő az esélyes jelölt, és nem az, akivel én tudok azonosulni mindenféle szakpolitikai szinten. A másodikban inkább, és ott azért kapott plusz szavazatokat. A Dobrevben volt a harc az elsőben, biztos, hogy ez a Dainak a centrele szakpolitikai. Mi egyébként csináltunk egy ilyen post-election kutatást, ezt tulajdonképpen valamint az exit poll, csak azért hívtuk így, hogy nehogy azt higgyék az emberek, hogy akkor megmondjuk, hogy mit lesznek az eredmények. Amiben megnéztük, hogy összehasonlítottuk a különböző kérdéseket, tettünk fel az előválasztóknak, és azért az kijött, amit általában az ilyen előválasztások során felvetnek, hogy az előválasztási résztvevőknek a szakpolitikai preferenciái, ezek eltérnek, mint a medián szavazónak, tehát mint a medián ellenzéki szavazónak is a preferenciái, tehát hogy ez az, hogy kialakult egy ilyen elköteleződés, akár Márki-Zay Péter irányába, az nem jelentette azt, hogy az ellenzéki szavazói sokaságban is ugyanúgy lehetett volna egy ilyen, tehát hogy nem mindenki tűzte ki a hálószobájába már MZP posztert. Mindenesetre most ugye a kutyapártról van szó, én teljesen egyetértek Kristóf abban, hogy valóban itt a
hogy az élmény alapú politizálás, ez nagyon fontos a politikában. Még talán a 18-as választás előtt volt arról gyakran szó, hogy a Fidesz képes élményközösséget kialakítani. Én többször végeztem kérdőéves kutatást többekkel, például a békemeneten, és ezért többször voltam békemeneten. Sajnos az utóbbi időben nem volt olyan március 15-én vagy október 23-án, hogy esetleg élveztem volna az ünnepnapot, hanem akkor elmentem ilyen tüntetésekre. És ott valóban érződik az, hogy létezik egy ilyen erős és egy ilyen pozitív kötődés a párt iránt, a Fidesz iránt. És ebből a szempontból nem minden pártot úgy érzékelnek a választói, mint akár egy másik pártot. Más jelent a párt egy Mi Hazánk szavazó számára, és más jelent a kutyapárt szimpatizánsai számára. Mást jelent a nyilván egy DK-s választónak az, hogy mi a DK, hogy mi a párt. Máshol van a hely, a hangsúly, hogy akkor most a szervezeten hogyan gondolkodnak valakik a hierarchiáról, hogyan gondolkodnak arról, hogy mennyire kell elköteleződniük egy párt mellett, ugye, hogy mennyire hitbizománya egy pártnak egy választó. A Fidesz képes arra, hogy nagyon sokféle módon jutalmazza az ő szavazóit. Az egyik lehet ez az élmény megadása, a részvétel élményének a biztosítása. Ez létezik egyébként az ellenzéki, vagy hát inkább akkor a kormánykritikus választók esetében is. Ők is szeretnek nyilván elmenni tüntetés, amikor azt érezhetik, hogy akkor most itt valahova tartoznak, ott van egy ilyen közösség, aminek a részei. Nem vagyunk kevesen, nem igaz az, hogy mi nem léteznénk ebben a közéletben, mert itt vagyunk most a köztéren. Persze van egy olyan diskurzus, amelyik azt mondja, hogy ezek a fajta élményszerzés, a politikai élményszerzés gyakran inkább ellaposítja az elköteleződést, hiszen hogyha nagyon ilyen buli tüntetés, vagy koncert, vagy nagyon ilyen fesztivál jellegű a politika, akkor nem is alakul ki egy olyan fajta elköteleződés, hogy akkor tényleg akár segítse azt az adott pártot a választó. Ez kérdés, ezen lehet vitatkozni, azt azért lehetett látni, hogy például a radikális jobb esetében milyen fontosak voltak ezek a úgynevezett protesztiválok, mint a Magyar Sziget abban, hogy létrejött egy ilyen radikális jobboldali politikai közösség, és ahogy egyébként a Jobbik mozdult befelé, úgy például a Magyar Sziget is egyre inkább veszített el a jelentőségét, de az látszik, hogyha már a Mi Hazánkról volt szó, hogy azért létezik egy ilyen radikális jobboldali. Egyrészt van ennek hagyománya, ennek megvan a maga politikai kultúrája, sőt, maga a fősodrú magyar politikai kultúra is nagyon sok helyen kapcsolódik a radikális jobboldali politikai kultúrához, ez a sértettség, magunkra hagytak. És van egy olyan szeretés a magyar politikai kultúrának, amelyik például segít az olyan fajta antipolitikai kezdeményezéseknek, mint ami bizonyos szempontból a kutyapárt is, amelyik inkább ezt a kivonulást választja, amelyik azt mondja, hogy a politika az nem jó, antipolitika. Ugye, Konrád, ez nem csak egy magyar, ez egy ilyen kelet-közép-európai hagyomány, hogy a politika az rossz, hiszen az a hivatalos kommunista politikát jelentette, és ehelyett valamilyen fajta civil, vagy antipolitikai, vagy éppen a kultúrában megvalósuló tevékenységeket kell létrehozni, amelyik egyébként morálisan is magas, hogy nem lehet, hogy megint Merkel Péterről van szó, hogy ő azt mondta, hogy akkor civil politikus. Ugye van benne egy kicsit ellentmondás, talán nem is kicsi. Minden esetre az, hogy ha meg akarjuk érteni, hogy akár az a kérdés, hogy akkor mit szeretne a kutyapárt, vagy mi az ő jelentősége, mi lehet a szerepe, a funkciója abban, hogy ne itt éljünk, majd hogy de most a lámpásra gondolok, de hogy ne egy ilyen Orbáni rezsimben, akkor talán érdemes megérteni azt, hogy mi a kutyapárt jelenség, miért kapcsolódnak, miért csatlakoznak hozzájuk. Szerintem az egyik fontos, amit valóban Kristóf is említette, az élményszerzés lehetősége. A másik pedig az, hogy egy olyan fajta politikai cselekvésnek a megvalósítása, amire talán mások nem adnak lehetőséget. Mert esetleg túl bürokratikusnak tűnik az, hogy akkor most akkor külügygyűlés, most akkor el kell menni, vagy most hogy, most a választmányi elnököt meg kell kérdezni, hanem valahogy egy ilyen franchise, legalábbis az én, ahogy én látom ezt, az egy ilyen franchise-szerűen működik, hogy akkor a megálló kifestés vagy építés, és ezt lehet utánozni. Ezt lehet csinálni, és akkor ugyanúgy meg lehet valósítani máshol azt a fajta politikai cselekvést. És hát azért buszmegállók, illetve nem létező buszmegállók, azok elég sok helyen léteznek az országban.
Vagy nem léteznek, elnézést. Ebből a szempontból viszont az itt még az érdekes, hogy akkor milyen hatása lehet ennek a fajta cselekvésnek. Látszik az ellenzéki politikusokon is, hogy valahogy így nézik azt, hogy mi az, ami a kutyapártnak sikerül. Ugye szóba került a Momentum is, ott a Szabadság körei, az LMP-nél a cselekvés körei, az a Momentum a cselekvés körei, igen, de az LMP-nek is volt valamilyen körei, tehát hogy és pont a cselekvés körei is valami olyasmit szeretett volna, amikor megjavítani, vagy hogy helyben segíteni, kicsit egy ilyen kutyapártos recept alapján. Tehát hatás az nem feltétlenül csak úgy lehet, hogy akkor hatással van a politikai hivatalokra, mert hogy polgármestert ad, és nem tudom, a képviselőtestületben többsége van, hanem valahogy hatással lehet a politikai kultúrára, és ez lehet, hogy sokkal lassabban megy, sok esetben egyébként látványos lehet, és ez szerintem nem biztos, hogy lebecsülendő, ez persze nem fogja összeroppantani a rezsimet, lehet, hogy akkor 10 év múlva is így fogunk élni, csak színesebb busz megálló között. De azt gondolom, hogy azért bizonyos szempontból ez is lehet egy eredmény. Tőlem gyakran kérdezik meg, hiszen tüntetésekkel foglalkozok, hogy mi értelme a tüntetésnek, és azért vannak olyan következmények, amelyek nem szakpolitikaiak, tehát nem változik a tankerületi rendszer, de akár kialakul egyfajta szolidaritás a szülő és a tanár között, vagy létrejön egyfajta érzékenység, vagy egyszerűen másfajta benyomások alakulnak ki a pedagógusokról. Nem véletlen, hogy most azért lehet látni, hogy a kormányzó jobb oldal inkább szeretné egy ilyen nagyon negatívan keretezni az iskolai dolgozókat. Minden esetre, ha visszatérek az eredeti felvetett kérdése, vagy vitaindítóra, hogy akkor mi lehet a kutyapártnak a szerepe, valóban ez a fajta élmény jellegű politizálás, ez a közösségbiztosítás, vagy ezeknek a tevékenységeknek, mint egy ilyen franchise-szerűen való működése, ennek azt gondolom, hogy lehet egy pozitív hatása, már csak olyan szinten is, hogy egyfajta helyi közösségeket meg tud szilárdítani, kialakít egy olyan fajta kultúrát, hogy hogyan kell együtt dolgozni. Magyarországon nagyon alacsony a politikai részvétel, a civil szervezeti részvétel is nagyon alacsony. Tehát ebben szerintem közvetlenül akár politikai is ennek lehet eredménye. Ugyanakkor, mivel hogy táplálkozik a kutyapárt ebből az antipolitikai, politika ellenes, kivonulós magyar politikai kultúrából, ezekből az attitűdökből, ez azt is jelenti, hogy van egyfajta plafon jelenleg a kutyapárt fölött, hiszen sok választó számára akkor lehet komolyan vehető, hogyha sokkal professzionálisabb lesz, ugyanakkor az antipolitikai a blokkon kívüliek számára pedig pontosan azért vonzó, mert nem jellemző rájuk az a fajta kicsit talán néha ilyen nem túl egyenes profizmus, ami talán elvárás lehet azoktól a politikai pártoktól, akik 10-15%-ot szeretnének elérni. Nagyon sok minden hangzott el. Reagáljak röviden, vagy inkább menjünk a következő? Jó, de csak röviden, bocs, nem reagálok mindenre, de én is a Bálint kérdés feltevésére reflektálnék röviden. Szóval, hogy kétharmadban ebben a politikai rendszerben mi bármelyik pártnak a szerepe, értelme, létjogosultsága, mit lehet csinálni, mit nem lehet. Nyilván ez is nagyon bonyolult, tehát ez is nem egy külön beszélgetés megérne, hanem rengeteget, de csak egy nézőpontot hadd hozzak be, ami persze nem az egyedüli nézőpont, de hogy azért, amikor az ellenzéki pártok kritizálják egymást, rivalizálnak egymással, azt mondják, hogy én jobb eredményt értem el az időközén, jobb eredményt értem el a közvélemény kutatáson, mint a másik, nekem van támogatottságom, neki nincsen, akkor azért, hogyha egy picit ezt madártávlatból nézzük, akkor azt látjuk, hogy ez egy olyan játék, ahol Orbánék írják a játékszabályokat, ők osztják ki ami a startnál ugye a pénz, meg a bábuk, meg mindent, tehát ami van, azt, hogy ők osztják ki, és aztán, amikor ezek a játékosok egymással kezdnek el rivalizálni, akkor azért nagyon olyan érzés van az emberek, hogy pont azt csinálják, amit Orbán vár tőlük, és ezzel nem állítom azt, hogy bárki itt a B-rendszer lenne, vagy bárki az ő kottájából játszana, csak arra akarom felhívni a figyelmet, hogy milyen politikai rendszerben élünk. És hadd mondjak egy hasonlatot. Vannak ugye most a pedagógus tüntetések, amit valószínűleg mindannyian nagy szimpátiával figyelünk, vagy biztos nem csak figyelitek, hanem segítetek is, meg részt is vesztek benne,
És képzeljük el, hogyha a tanárok egy csoportja azt mondaná, hogy én annak az iskolának a tanáraival nem vagyok hajlandó együtt tüntetni, mert ezért mégiscsak azok olyan hülyék, meg korruptak, meg csúnyák, meg nem tudom milyenek, és akkor így a tanárok elkezdenének egymással vitatkozni, és elkezdenének egymás ellen beszélni, egymásnak üzengetni. Azért óhatatlanul ugye az lenne az érzésünk, hogy ez nem lesz jó, mert hogyha nem működnek együtt, akkor nem fognak semmit se elérni. Persze lehet mondani, hogy így is mit tudnak elérni. Szerintem elértek már eredményt. Az emberek problémaérzékelését, az emberek tudatát megváltoztatták. Még a kormánypárti szavazók is érzékelik, hogy amit az oktatásban csinál a Fidesz, az nem jó. Hogyha nem léptek volna fel ennyien, akkor valószínűleg még nagyobb retorziók érték volna őket. Voltak is olyan retorziók, amiket visszavontak. Ezek nagyon apró eredmények, meg nem fordíthatóak le egy egybe a politikára, tehát minden hasonlat sántít. Nem azt akarom mondani, hogy aki nem áll be az ellenzéki együttműködésbe, az hülye, de az, aki valamilyen... Nem. De ottad el! Nem, azt akarom mondani, hogy tehát aki nem ismeri fel, hogy valamilyen szinten ezek az emberek egymásra vannak utalva. Nem azt állítom, hogy mindenképp csak az a megoldás, hogy közös listán indulnak, de az, hogy mondjuk egy önkormányzati választáson, hogyha mindegyik elindítja a saját polgármester jelöltjét, akkor Fidesz fog nyerni nagyon sok kerületben. Hogyha nem beszélnek egymással, és hogyha egymás jelöltjeit tekintik riválisnak, akkor annak nem lehet más a vége, csak nagy arányú Fidesz győzelem. És tudom, hogy a összefogásnak is nagy arányú Fidesz győzelem lett a vége, szóval nem, ezért is mondtam azért, hogy nem egyszerű a recept, és az összefogás technikáját, megvalósulását, az összefogás által kitermelt politikai vezetőket is nagyon hosszan tudnám kritizálni, de azért arra fejlnám a figyelmet, hogy ebben a rendszerben minden ellenzéki pártot én áldozatnak tekintek valamilyen szempontból. Persze ez is furcsa, mert miért lenne a Gyurcsány áldozat, amikor ugye neki oroszlán része van abban, hogy ez a rendszer kialakult. Szóval ez egy kettős dolog, de ennek ellenére ő is ennek a rendszernek a része, és neki is nagyon korlátozottak a lehetőségei, nem pont olyanok, mint másoké, de ő is egy saktábla, vagy egy bábú ebben a játékban, ahol alapokat Orbán osztja ki. Szóval én szerintem csak ezt érdemes megfontolni mindenkinek, és mondom még egyszer, amit mondtam, ez ebből nem, lehet, hogy úgy lehetett érteni, de én nem gondolom, hogy ebből most direkt indulási konstelláció, vagy direkt listaállítási konstelláció következtethető ki. Ez csak egy helyzetértékelés, amit néha a kutyapárt is, néha a többi ellenzéki párt is, én úgy veszem észre, hogy elfelejt. Hát én ebben nem mennék még egyelőre bele, hogy 24-ben hol kéne polgármester jelöltet indítani a kutyapártnak, és hol nem. Viszont kimondanám a varázsszót, a politikai kultúraváltás. Nem tudom, ismerőse, egy ma sokat emlegetett úriembernek volt ez a jelszava, ugye az Action for Democracy-től kapott pénzek örvén. De tulajdonképpen a kutyapárt félig meddig valami ilyesmit csinál ezzel, amit így elég hosszan boncolgattatok, tehát a buszmegálló felújítás, tehát a lokálisan, konkrétan az ottani embereknek problémái oldódnak meg úgy, hogy ők ebben részt vesznek. Ezt lehet élménypolitizálásnak is nevezni, de ez tulajdonképpen közösségépítés. És ráadásul mindez úgy történt, hogy ugye 2016-ban jelentkeztek pont ez az óriás plakát kampány után, a migránsos óriás plakát kampány után nagyon sokan a pártban, hogy szeretnének csinálni valamit, és ez úgy alakult ki tulajdonképpen organikusan, hogy ők nem vicces mémeket akartak gyártani, vagy bemenni valami tévéműsorba ökörködni, vagy vicceket írni, hanem konkrétan buszmegállót építeni, ahol nincs. Tehát, hogy nem a kutyapárt teremtette meg az igényt erre, hanem ez volt azoknál az embereknél, akik akkor becsatornázódtak. Na most, hogy a kutyapárt az nem csinál semmi más, csak viccel, meg hülyéskedik, onnan, akkor még ez volt, tehát körülbelül szerintem olyan 2021 környékén mehetett át a köztudatban nagyjából, hogy
hát nem csak hülyéskedik, hanem hát csak a járdákat pingálják, meg ilyen buszmegállókat újítgatnak föl, tehát akkor már az volt lefitymálva, de hogy minden ilyen tevékenységünk az igazából nagyon lassan megy át a köztudatba, ennek sokféle oka lehet, de az már egy média elemzői beszélgetés lenne, valószínűleg nem politikai elemzői. Szóval, hogy egyrészt ez is van, hiába van nekünk egy 48 oldalas közbeszerzési rendszer átalakításos programunk, hát mérsékelten érdekli a tényfeltáró újságírókon kívül azért az embereket, úgy tűnik. De én úgy gondolom, hogy ahogy egyre inkább csak köret a szellemesség, meg a viccelődés a pártnál, ez is nagyon lassú, tehát amikor már úgymond komoly dolgokat fogunk mondani, de azt is csak akkor fogunk, ha tudjuk, hogy az működik. Tehát ilyen, hogy mondjam, nem valószínű, hogy a EP kampányban bemondjuk majd, hogy európai minimálbért fogunk bevezetni, ha bejutunk az Európai Parlamentbe is hasonlókat. Lehetne, csak maximum viccből, de akkor ezt meg komolyan veszik, tehát az meg azért nem jó. Na, minden esetre szerintem ez működni fog az a dolog, meg vannak tervben ilyesmik, és az önkormányzati választáson már ilyesmit tudunk tenni, mert ugye a Suzi, aki pont ott ül, ő már a polgármester Ferencvárosban, tehát neki vannak olyan dolgai az utóbbi 3 évben, ami átültethető önkormányzatokba. Ugyanúgy a Gergőnek is vannak hasonlók a 12. kerületben, hát ő inkább ilyen korrupcióval foglalkozik természetesen, de hogy ez ilyen lassan és organikusan építkező dolog, nem olyan, hogy kitaláljuk, hogy mondjunk valamit az inflációról, csak azért, hogy mondjunk valamit, mert mindenki mond valamit, tehát hogy ezt a részét, ezt hiába várjátok a kutyapártól. Akkor továbbra generálva a vitát, szóval, hogy én nem, mondjam, nem nagyon, arra nem válaszolhatok, de nem baj, hogy tehát, szóval... Tehát, hogy politikai kultúraváltást, hogyha ezt, ahányszor ezt hallottam az életem az elmúlt 13 évben, csak annyiszer 1000 forintom lenne, akkor itt most így, akkor itt jó nagy csörözést csapnánk különben, hogy ezt minden Mesterházi Attilától, Bajné Gordonon, Karácsony Gergelyen, Márki-Zay Péter, most nem mondom végig újra ezt a sor, mint tehát akik aztán mindig, Pekete Győr András tényleg, Tácsuti Per atya, tehát, hogy... Szóval ezek azért jönni fognak szembe kérdések, és úgy, és nem itt kell rá válaszolnunk természetesen a dologra, de hogy abban viszont igen, hogy szerintem az a felelősség, ami... Szóval, a Fidesz világban, és egy kicsit az ellenzéki politizálásban, ami így nagyon fájóan hiányzik általánosan, nagyon tisztelet kivételnek, az az, hogy mekkora felelőssége van egy politikai szereplőnek. Politikai pártnak is, politikusnak is, politikában dolgozóknak is, szerintem ez egy olyan nem nagyon kibeszélt téma, hogy mégiscsak az ilyen embereket képviselnek ezek az emberek, mégiscsak a hazánkért kéne dolgoznunk a nap, nem csak 8, hanem nem tudom, akár több órájában is, és mégiscsak emberi sorsok, meg maga hazánk, nem tudom, történeteről szólnak sokszor a tetteink. Ez most pátaszosan mondom, de egyébként tényleg komolyan is gondolom. És hogy szerintem az, ami így alakulgat, hogy kik hordoznak ilyen pislákoló lángokat abban, hogy van valami, nem tudom, normalitás, vagy nem tudom, emberségesség ebben az országban, az egyre kisebb ilyen szigeteken van. Egyébként az ukrajnai háborúban, vagy a háborúhoz valahol ilyen dolgot hoz kell be, ilyen kis pislákoló lámpa, vagy ilyen kis láng volt, de ennél sokkal nagyobb lesz szerintem az a fajta nyomás, vagy felelősség, ami abból következik, hogy vannak ezek a mondjuk összefogott ellenzék, legyen mondjuk 6 pártja, mondjuk ebből 3 nem is létezik effektíve, tehát ilyen... Szerintem, lassan már 4, tehát hogy tehát sikerül magukat, hogy frakcióban rendelkező, de a frakcióban lévő munkatársak adják össze a támogatóiknak a nagy számát. Mindegy. De hogy az ő felelősség egyébként óriás, most őket hagyjuk. De abban igen, viszont nem, hogy azért afele megyünk, hogy nagyon sok ember számára a kutyapárt lesz az ilyen menekülő útvonal, illetve az a fajta ilyen tehetetlenségből, meg kiábrándultságból, meg minden mindegyből, meg ezek menjenek a fenébe módon rátok fognak szavazni az emberek.
szerintem sokan. Ha nincsen, ha nem lesz azon a térfélen jobb kínálat, egyelőre ez a kínálatot én most így nem látom még, de hát persze hát majd jönnek nagy kínálók. De hogy ha ez megtörténik, és át fognak szavazni ezek az emberek, és most én nagyon komolyan gondolom, akkor ez egy óriási felelősséggel járó dolog. És nem avval, hogy akkor, nem tudom, bóckodunk, meg viccelősködünk, és megyünk tovább, hanem ez egy ilyen, és bocsánat, én mondom, pedig én nem vagyok politikus, hanem csak az, hogy csak nagyon sokat látom, hogy hogyan működik ez, hogy ehhez fel kell nőnie ez a szerephez. Szerintem az ellenzéki pártok a nagy része nem nőtt fel ehhez a szerephez. Most nem akarok végigmenni rajtuk. Akik okozták ezt a hibát, ugyanott vannak, és lényegében mennek tovább, mint sem történt volna. Akik meg újonnan beléptek, azok pedig nem értették meg nagy részük, hogy hova lépnek be, és hogy hogyan kell viselkedni, és sokkal jobban, gyorsabban lettek a rendszer részei, mint akár bizonyos rendszer csinálói. De hogy itt van egy óriási felelősség szerintem, ami így rátok fog menni. És itt van egy nagyon fontos, utána nem mondtam, melyiket ők mondta, én ezt sokat foglalkozom ebben, hogy az ember vagy mikor hasznos idiótája a rendszernek, és mikor hasznos szereplője ennek a rendszernek. Iszonyú vékony a vonal. Pontosan azért, mert hogy senki sem tudja, hogy mi a megoldás egy ilyen fura világban, amiben élünk. Tehát nem az van, hogy ez egy viccpárt, olyan, mint a nem tudom milyen kalózpárt, nem tudom milyen bohócpárt, és akkor azt a, nem tudom, hazahozom azt a tudást, mert ők normális demokráciában élnek, akik ezekben az országokban dolgoznak, itt pedig nem ez van, tehát nem egy normális demokráciában élünk. És itt a felelősségünk, és akkor most, hogy beszélek ki több eszem első szemébe, óriási. És nagyon kevés olyan politikai aktor van Magyarországon most, aki ezt a felelősséget igazából így felfogja, és úgy bele is nő ebbe a ruhába, és nem bohockodni ebbe a parlamentbe, vagy nem tudom, melegedni, vagy felvenni a fizetését, vagy csak magát futtatni, hogy minél több lájkot kapjon a Facebookon, hanem tényleg elismeri azt, hogy mivel jár ez. És tudjátok, hogy miért olyan nehéz? Mert az ember így belegondol, akkor összeomlik körülbelül, akkor a súly esik így a vállára, hogy mégis mi van rábízva, hogy mivel kéne, hol kéne működni, amit mondtál, Dani, hogy mivel szembe kell menni. És ezt, bocsánat, lehet, hogy valami boszorkány konyhába, vagy nem tudom, titkos dokumentumokban ezek már így forranak, ezek a felelősségi körök. Ezt nagyon kevéssé látom rajtok, hogy ezt így tudnátok, de mondom, nem, ez nem kritika, inkább pont ellenkezőleg, inkább egy ilyen támogatás. És egy utolsó gondolat, hogy pontosan ezért, amit mondtatok egyébként, a Momentum tök jó példa. Tehát, hogy a Momentumnak a 18-as indulásában valóban neki mentek a falnak, szépen lecsurogtak róla, nem őket tették felelőssé a kétharmadért, hanem az LMP-t, többé-kevésbé szerintem jogosan. És utána meg bekerültek az Európai Parlamentbe, és utána volt egy nagy lehetőségük, vagy akkor most én nagyon viccesen mondom, hogy nagy momentumok, hogy akkor ők legyenek valami másik fajta párt. Ez körülbelül egy fél év alatt játszották el avval, hogy beültek a kényelmes székekbe, és mindenki úgy csinálta, mint ha minden ide született volna ebbe a polgármesteri székbe, vagy ebbe a külső-belső XY-bizottságban, csak rávárt az egész, nem tudom melyik kerület, hogy végre ő tagja legyen ennek a bizottságnak. És ez egyszerűen egy iszonyú jó, ez egy szomorú történet egyébként, mert nekik egy generációs lehetőségük lett volna valami más csinálni, politikai kultúrát váltani, vagy hogy ők mondták, politikai generációt váltani, jelentsen ez bármit. De hogy ez a felelősség szerintem nálatok, rátok fog szerintem nagyon hamar menni. Többet, hogyha a Momentum például nem csinál semmit, akkor nyilván azok a szavazók, akik bennük látták meg ezt a lehetőséget, azok majd titket fognak választani. Bocs, és a mediálkozítás, egy utolsó mondatra. Ezekkel pedig szerintem, hát majd a Dani elmondja, hogy mennyire kell ezeket komolyan venni és foglalkozni vele. Az nyilván látszik, hogy amikor az ellenzék bénázik, vagy reménytelenül hülye, akkor ti jöttök föl, és ez egy inkább ilyen Dori cselítsőként, ti vagytok az, akik olyankor emelkedtek. Ha ők csinálnának valami értelmezhetőt, lenne valami alternatív mutatásuk, hitelesek lennének, akkor ti meg valószínűleg mennétek ilyen szempontból. Én nem fogalmaznék olyan élesen, mint a Bálint, de lényegében én egyetértek az utolsó gondolatával. Tehát szerintem a két van kutyapárt szavazóinak jó része protest szavazó, és a Fidesz és az ellenzék, a hat márk ellenzék ellen is protestál.
Szóval én is látok ilyen összefüggést. A medián kutatásra visszatérve, ugye azt azért látni, hogy egy 1000 fős kutatásban a 29 év alattiak vannak 150-en. Tehát ez nagyjából úgy jött ki, hogy az, hogy a mi hazánk a legnépszerűbb a 29 alattiak között, és a két farkú kutyapárt a legnépszerűbb a 39 alattiak között, hogy a 29 alatti mintarészben a mi hazánknak volt 23 szavazója, a két farkú kutyapártnak 22, a Momentumnak 20, a Fidesznek 16, tehát körülbelül ennyi darab ember, szóval itt óriási a hiba határ, és a sajtó ezt nem kezelte jól. De az a tény, hogy a kétfarkú kutyapárt népszerű a fiatalok között, sőt minél fiatalabb valaki, annál nagyobb esélye szavaz a kétfarkú kutyapártra, ez teljesen igaz. Az, hogy melyik párt éppen a legnépszerűbb a fiatalok között, ez nem egy termékeny vita, ez elég partalan. Itt a Momentum, a Mi Hazánk, a Kétfarkú Kutyapárt és a Fidesz is hasonló támogatottságon áll a 29 alattiak körében. Biztos, hogy ha a medián ugyanezt a mérést többször megismételni, akkor nem pont ugyanez jönne ki, de őszintén szóval, megint, ahogy a Bányt utalt rá, nem mindegy. Mármint értem, hogy aki a Kétfarkú Kutyapártnak szurkol, vagy ez a közösséghez tartozik, annak nem mindegy. De hogy azért én ennek nagyon nagy jelentőséget nem tulajdonítanék, hogy most melyik áll éppen 20%-on és melyik 19-en. De az egy nagy érdem, hogy ennyi fiatalt meg tudtatok szólítani. Tehát, hogy el mögött biztos, hogy nagy munka van, és biztos, hogy ez egy olyan dolog, ami nem megy könnyen egyik pártnak sem. És ami, ahogy más pártok példa is mutatja, és erre szintén utalt a Bálint, ez mulandó dolog, tehát ez egy pillanatnyi állapot, és nem biztos, hogy örökké tart, de hogy ez egy olyan dolog, ahova már nehéz volt eljutni, csak tényleg az a kérdés, hogy innen hogyan tovább. De ugye ezt a gondolatmenetet egy kicsit folytatva, egy gyurcsánypárti példával élnék, remélem sokat megbotránkoztatására. A DK-nak nagyon sok állítása volt az utóbbi időszakban saját magával kapcsolatosan. Ezek közül volt olyan, ami azt mondta, hogy a DK már a legerősebb ellenzéki párt, szerintem itt nem vitatkoznánk ezen valószínűleg, de ugye azt is mondták, hogy a DK már 20%-on áll, DK-nak már 1,1 millió tagja van, támogatója van, DK már 15 ezer tagja van, és egyébként a DK-ba átlépett XY országgyűlési képviselő, volt országgyűlési képviselő, volt jelölt, volt előválasztáson vesztes jelölt, tehát még már tényleg egyfarkú kutyákat kellene keresni, hogy azok is átlépjenek a DK-ba nagyjából, kétfarkúak nem fognak valószínűleg. De ugye az egésznek mi volt a lényege? És ha emelé hozzárakjuk mondjuk azt, hogy volt ez a Gyurcsány beszéd is a tisztújításukon, és egyébként volt egy elég nagy tömegrendezvény Pécset, tegnap vagy tegnap előtt volt, ugye Miskolcban a nagy műfázat meg tudták tölteni. Ugye ez ugyanazt jelenti, és most hát nézhetjük így is, hogy melyik a fontosabb, hogyha a DK írja a Facebookra azt, hogy ő már 20%-on áll, vagy az, hogy kiposztol egy képet, ahol 3000 ember tapsol Dobrev Klárának. 10-ből 10-szer a utóbbi lesz a fontosabb, az egészen biztos, hiszen ott vannak, azok tényleg ott vannak, nem pedig csak egy kutatásból félig meddig igaz számokat mondunk. De nyilván a saját közösség számára abszolút egyetértve, amit elmondod, Dani, maximálisan, hogy ez nagyon-nagyon fontos, és ez ugye erőt tud adni, ez ugye motiválni tudja a tagokat, hogy na már most ezekben életkori decilisekben akkor így állunk, meg a következőben meg így állhatnánk, és majd a következő kutatás meg kihozza, hogy ehhez képest mit csináltunk, és ha jól csináltuk, akkor örülünk, mert akkor jó az irány, és pártvezetése fog megbukni. Ez ugye az ellenzéki pártoknál azért egy fontos szempont szokott lenni többségében. Úgyhogy szerintem mindenféleképpen ezzel kell számolni, de ugye megint a lényeg csak az lesz, hogy a 24-es választáson most ebből hány szavazója lesz a kutyapártnak. Nem tudjuk ezt megmondani, azt sem tudjuk megmondani, hogy a következő hónapban, vagy hogyha 3 hónap múlva kijön egy hasonló kutatás, akkor abban hány százalékon fog állni a kutyapárt. De az viszont abszolút látszik, és szerintem erre azért volt már több, főleg ilyen mélyebb és nem ilyen kis, nem tudom, 150 főt magába foglaló közönkutatás, hanem adott esetben kvalitatív vizsgálatok, például az aktív fiatalok kutatássorozatban, ahol a kutyapártnak a
szavazói azért relatíve jól körbe lettek rajzolva, nagyon sok kutyapárti szavazó, első szavazó volt akár 18-ban, akár 22-ben. Ez egy nagyon fontos dolog, hiszen ugye első szavazóknak ugye nem tudjuk a korábbi preferenciáit, hiszen ugye nem voltak korábbi preferenciái, tehát rögtön egy kiindulási alapot tudunk ezeknél a szavazóknál adni, és ugye annál hová mennek tovább, hát valószínűleg megmaradnak, vagy egy részük legalábbis nem megy át máshoz. De ugye pontosan ez az, és szerintem, hogyha ilyen közönkutatásokat néztek, akkor mondjuk kétszer-kettő számot érdemes mindig összehasonlítani, nagy egész országos adatokat nézve. Az egyik az, hogy a Fidesz éppen hogy áll, a másik, hogy a bizonytalanok hogy állnak. Ugye a kettő között is van egy ilyen óriási nagy, amikor az egyik hullámvölgyben van, a másik az hullámhegyen van, és stb. Amikor a Fidesz szavazóinak a száma csökken mondjuk a 2022-es választásokat követő 10 hónapban, akkor a bizonytalanok száma pontosan ugyanolyan arányban növekszik. Ez itt fontos. Az ellenzéki oldalon meg abszolút, ami már el is hangzott, az ellenzéki pártok, és ez fontos, hogy ez nem egy spin, tehát ez nem arról szól, hogy az ellenzéki pártok azt mondják, hogy ezt kell mondani, hogy a kutyapárt valójában nem tud alternatívát mutatni, még velük szemben sem, nem, hogy a rendszer egészével szemben, hanem ez tényleg hosszú évek alatt, azért ez jól látszik a kutatási adatokból, amikor az ellenzéki pártok egészében jobban állnak, a kutyapárt rosszabbul áll, és fordítva. Most egy ilyen időszakot látunk, a kérdés nyilvánvalóan az, és az viszont szerintem elvitathatatlan, mert hogyha mondjuk a 18-as méréseket nézzük, akkor a kutyapártot még 1-2%-ra mérte az összes kutatóintézet, aztán 20-as éveketben meg már volt olyan kutatás, ahol 4-5%-ra mérték adott időpontban, amiből semmi nem következett, hiszen egy választáson se lett 4-5%-a kivéve harmadik Terdik Rolandnak egy időközi választáson, ami fontos, de hogy ettől fölül országos választáson ez nem jelent meg. Úgyhogy szerintem a kutyapártnak azért erre kell számolni, amikor a saját szavazóira gondol, számukat kell növelni, minőségüket kell növelni, abszolút, de protest szavazókról van még mindig szó, és ezek a szavazók jelenleg az ellenzékkel szemben protest szavazók. Lehet szurkolni annak, hogy az ellenzék rosszabbul álljon, meg elveszítsen még 48 kerületet, meg 33, nem tudom, önkormányzati képviselői helyet, de ettől feltétlenül ugye az országban nem történik emiatt változás, és lokálisan sem feltétlenül történik emiatt változás. Úgyhogy ez nyilván majd a 2024-es választási stratégiájának, a párt választási stratégiájának azért ezt mindenféleképpen mérlegelni kell, ha már arról volt szó, hogy már van olyan polgármester jelölt, aki támogat, vagy ilyen regionáló polgármester, aki biztosan támogat a párt, a többi 22-ben is kell valamit mondani, ez egészen biztos. És ez csak Budapest. Ja. Én még nem térjük rá a jövő évre, mert lesz egy kérdés a önkormányzati választásokról, csak annyit, hogy mi lehet a jelentőség ennek a kutatási adatnak. Valamennyi van, amennyiben van, hogy azért a magyar politikában jellemző egy ilyen hivatkozás, hogy akkor kit támogatnak a fiatalok. Még emlékszem arra, amikor a jobb oldalon volt egy ilyen hivatkozási alap, hogy a Fidesz az felül reprezentált a fiatalok körében, és hogy az MSZP szavazó bázisa az egyre inkább öregszik. Ez azért lehet jó érzés, mert hogy a fiatalok a jövő, nekünk is azt mondták, de aztán végül nem tömények, vagy se, de hogy ez egy ilyen jó érzés lehet persze sok szempontból, és hogyha belegondoltok, ezt azért használták pártok is, tehát a Jobbik meg a Momentum is hivatkozott arra, hogy itt vannak a fiatalok, ugye már említettem a Fideszt is, és a Kristóf által említett aktív fiatalok, az egyetemisták és főiskolai hallgatók körében végzett reprezentatív kutatás hullám volt, és ami érdekes volt, hogy mindig volt egy olyan párt, amelyik éppen a fiatalos trendi párt volt, az LMP, aztán az Együtt, és a 19-es hullámban pedig a Momentum látszott. A Jobbik. Igen, bocsánat, a Jobbik, az még a 15-ös volt, nem 13, 13, nem, úgy voltak, 13, 15, 15, 12, de mindegy, ami ebből így a tanulság lehet, az, hogy van egy olyan fajta párt, vagy pártok, amelyek hirtelen élveznek egy ilyen
fiatalok támogatását. És a legutolsó hullámban azért a Momentum mellett ott volt a kutyapárt is, és valóban azért azt látszódott, hogy, hogy van átjárás két párt között, csak hát lehet, hogy aztán amikor egy éles választási helyzetre került sor, akkor ezek a fiatalok inkább a Momentumot választották, mert egy más benyomás alakult ki róluk. Tehát árulkodó lehet az a kapcsolatban, illetve lehet egy hivatkozási alap, hogy akkor velünk vannak a fiatalok, hogy egyáltalán milyen benyomások alakulnak ki egy adott pártról a választók körében. Valóban ez bejárja a sajtót, hiszen azért valamennyire persze egy ilyen újdonság volt. Ugyanakkor azt is jelenti, hogy azért nem alakul ki ezekbe a választókba feltétlenül egy szoros elköteleződés egy párt iránt. És lehet, hogy a pillanatnyi benyomások azok, amik irányítják ezt a fajta szimpátiát, és nem egy hosszabb elköteleződést. Ezért is lehet jelentősége például az olyan közösségi programoknak, amelyek megvalósulnak a kutyapártnál, hogy ez a fajta elköteleződés, ez hosszabb távú legyen. Te mit kértél? Mindig rossz pillanat. Hát az a tervünk, hogy majd amikor megöregszenek a mostani, ezek akik most bemondták, hogy ránk szavaznál, igen, akkor a párt is megváltozik, és szesztilávat fogunk bevezetni, meg csendrendeletet, meg tehát idomulunk a... Én ezt a fiatalos részt annyira nem bolygat, meg nem mennék bele, de valószínűleg azért van, hogy ez, amiről szó is volt, hogy a Momentum megpróbált a cselekvés köreit, ugye azt hiszem, hogy az egy évig tartott talán, lehet, hogy fél évig ez a próbálkozás, aztán így lehalt. Úgy tűnik, hogy ezt nem tudják más pártok jelen pillanatban megcsinálni, hát az lehet, hogy inkább ők ilyen magyar gárdásan, tehát összekötve a parlag fűszedést a más irányú szélsőséges nézetek kifejtésével. Úgyhogy ez esetleg lehet, hogy a Momentum azoknak szimpatikus, hogy inkább beszélni szeretnénk mi most itt körülbelül, tehát megmondani a nagy bölcsességet. A felelősséget pedig érzékeljük, tehát törődni fogunk. De akkor rátérve az utolsó kérdésre, ugye a másik ilyen képesség, amit elvárnak egy politikai elemzőtől, az a jóslásnak a képessége. Ugye elvárják tőlünk, hogy megmondjuk, hogy ilyen meg olyan választásnak mi az eredménye. Ugye a valóság az, hogy a politikai elemző az ilyen forgatókönyveket tud felvázolni, és ehhez tud valamilyen valószínűségeket hozzárendelni, és ez alapján tud úgymond jósolni. Úgyhogy, de ennek ellenére van népigény a jóslásra, úgyhogy az lenne a kérdésem, hogy hogyan látjátok az MKKP helyzetét, várható eredményeit az EP választásokon és az önkormányzati választásokon 2024-ben, illetve még egy másik kérdéshez kapcsolódó kérdés, hogy milyen akadályokat kell megugrani a sikeres szerepléshez, végül pedig, hogy milyen taktikát tanácsolnátok a kutyapártnak. Csak egy. Igen. Majd kaptok egy sört. Legalább kettőt. Én is. Ugye mondtam, hogy ha most lennének a választások, hogy a mostani trendeket figyelnénk, akkor veszett. Nem látok. Ugye, hogy ha a többi pártnak a fejével kell gondolkodni, és most hagyjuk, ezt kell gondolkodni. Tehát, hogy mondjuk mi a célja a különböző pártoknak 24-re, és ezért vannak különbségek. Ugye valamiről beszéltünk, azok nem létező pártok, akik a parlamentben ülnek, 3 vagy 4, ugye nekik ugye egy ilyen, hát vagy játékelméleti, vagy biológiai kinek ízlése szerinti továbbélést a céljuk, tehát valamilyen módon, valamilyen gazdatesthez kapcsolódva újra a politikai porodon jelentsen az bármit is maradni. A parlamenti pártok közül talán a Momentum meg a DK az, akik inkább a létezésnek a másik vagy a valódi oldalán vannak, a Jobbik az most éppen szerintem a pislákolásban van. És a DK-nak ugye elég egyértelmű a céljai, azaz, hogy a domináns pártá váljon az ellenzéki oldalon, jelentsen ez már bármi pont, itt a 20%-ot, meg nem tudom hány százalékot, valami ilyesmi fele van az ő fejükben, és gondolom az is, hogy ennek ugye a legegyszerűbb módja, ennek a mérése, nagy mintás kutatáson ez az európai parlamenti választáson lévő mandátumoknak a maximalizálása. És közben ugye a megszerzett
polgármesteri helyhatósági vezetői pozícióknak a megtartása vagy esetleg növelése, de szerintem a DK esetében ez egy másodlagos preferencia, nekik az elsődleges az, hogy egy jó nagy szám legyen, ami persze Fidesznél kisebb lesz, de is egy jó nagy szám legyen a májusi, azon a májusi vasárnapon nevük mellé írva. A DK, a Momentumnak szerintem szintén a, most mondjam, a lét nem lét közötti billegés a sikere, hogy olyan be tud-e jutni újra az Európai Parlamentbe, illetve tud-e ismételni akár a 19-es nagy áttörését, amikor 2 mandátunk lett, illetve azt, hogy meg tudják őrizni a polgármesteri helyeket. És persze itt van Mi Hazánk, aki szerintem szintén egy ilyen áttörés előtti állapotban van, mint amennyire most így azt gondoljuk, hogy a Kutyapárt egy ilyen áttörés előtti állapotban van. Na most, hogy mi a lehetőség? Amit itt mindig feszegettünk, hogy ez egy protest szavazat, és az emberek az európai parlamenti választáson azért egyszerűbben adják protest pártokra, vagy protest szavazók, vagy elegük van eléggé. Ebben szerintem egy óriási lehetősége van a Kutyapártnak abban, hogy, és most 2 választanám, tehát az európai parlamenti szinten, tehát teljesen listás szavazaton, listás választáson lehet jó eredményt, vagy lehetne jó eredményt elérni, vagy lehet benne van a pakliba. Ez sok minden kell. Az óriási részvétel például, amit nyilván a Fidesznek az egyik, vagy Dani jobban tudja, mi a, de szerintem az, ők ezt egy nagyon komoly kultúrharcos, háborús szavazást akarok belőle csinálni. Ugye ezért is van összekapcsolva a egyébként nagyon fontos helyhatósági választásokkal. Tehát, hogyha úgy megy minden, ahogy gondoljuk, akkor itt egy nagy Fidesz győzelem lesz, és az utána, amit mondtam, ott a jobb oldalon, hogyan lesz a centrális erőtér különböző helyosztói, ez a kérdés, ebben szerintem van a Kutyapártnak keresni valója, hogyha ez egy érdekes neki, hogy 1-2 mandátummal, ami persze nektek óriási siker lenne, de hogyha ezt egy 3 lépéssel, vagy 2 lépéssel hátrébb nézzük, hogy akkor megint létrejön a centrális erőtér, csak egy másik elnevezés, a Jobbik helyett Mi Hazánként, MSZP helyett, meg LMP helyett, vagy MSZP helyett, DK-ként, Istenem, ott vagytok mellette, mint az MDF volt 2009-ben egy mandátummal, akkor hát nagyon boldogok leszünk, biztos be fogtok rúgni este, aztán nagyon jó lesz, de ezt sokat nem fog, hogy mondjam, hozni a közös céljaink szempontjából, fontos dolog az ívás, de azért talán ennyire nem. De mondok még egy érdekes dolgot, amit nem tudom mennyire tudtok, vagy a kollégák biztos tudják. Az európai parlamenti választás az, amit eddig mindig a Fidesz nyert meg, amióta tartanak Magyarországon. Tehát, hogy amíg akkor is, amikor még a szociál-liberális nagy sikerű koalíció volt, akkor is a 2 választásban a Fidesz tudott győzni. És az azért is van, mert hogy egyébként egy hatalmas nagy lehetőség is lehetne, ha így gondolkodtok abban, hogy ott lehetne valamit mutatni, hogy ez az ország bármilyen, meg ott kicsit egyszerűbben lehet legyőzni, nagyon közel kerülni a Fideszhez, de vagy hogy soha nem történik ez meg, hanem aztán van egy nagy Fidesz győzelem, és aztán lesz egy... És ugye most beszéljünk, hogy mi a stratégiai lehetőségek, hogyha én ezt így nézem, és én is gondolkodom, hogyha persze, hogyha kell adnom nektek tanácsot, hogy mit kell csinálni, akkor persze, akkor azt kell csinálni, nem kell senkire se hallgatni, a károkat el kell felejteni, rengeteg energiát, mozgósítást kell belerakni abba, és én, ha én lennék a tanácsadók, csak az EP kampányra koncentrálva mennék előre, és azt gondolom most, hogy ez, hogy ha ez kellően egy jó alternatíva, de nem csak, hogy mondjam, valami új is van mutatva, hogy nem csak a régi van újra, akár új arcot is behozva, már politikában az is egy fontos dolog, akkor itt lehet elérni egy jó eredmény. Csak hogy utána, ha ez egy útnak a része, amiben valami van, amit az emberek így látnak, és nem az, hogy a másnap után kiábrándulnak, mint a Momentumból tették 19-ben, hanem ez valami folytatás, akkor ez egy út. De hogyha meg, nem tudom, állampolgárként nézem, vagy nem tudom, családapaként nézem, akkor meg azt látom, hogy a választás pedig egy óriási lehetőség lehetne mindenki számára, aki a Fidesz-szel szemben van, és nem azért, most nem egy ilyen hatalmas, hogy hú, gyerünk be együtt közösen a sátorba, és akkor mindenkinek jó lesz, hanem az, hogy valami olyat mutatni politikai bátorságból, meg felelősségtudatból, amiben látszik, hogy talán ez nem csak egy vicc. Ugyanoda
NER rendszerében, és főleg annak a 13. és jövőre már 14 éve tartó időszakában, ez nem meglepő, hogy még egy választási időponttal is egyébként a Fidesznek fog kedvezni. 2019-ben ugye mennyi? 7-8-9% volt a EP választási részvétel, illetve az önkormányzati választáson való részvétel között országos szinten. Nyilván ez fejjel fogja húzni, fejjel húzzák egymást, és hát nem lennék meglepve akkor sem, hogy 50% fölött lenne egyébként ez a választáson való részvétel. Mint tudjuk, ez mindig azt mondják az okosok, 18-ban is ezt mondták, 22-ben is azt mondták, nagy részvétel az ellenzéknek kedvez, hát sos az ellenzéknek kedvezett, ezt azért jól tudjuk. Ugye, amihez viszont hozzátartozik, az, hogyha már azt megnézzük, hogy a 2019-es EP választáson és a 2022-es országgyűlési választáson, ugye hányan szavaztak egyik, másik, harmadik formációra. Itt az arányokat talán azok sokkal fontosabbak, sokkal többet elmondanak, mint a puszta számok csak. Ugye a nehézség az, hogy a Fideszre 2019-ben, a 2022-ben Fideszre szavazóknak pusztán csak az 59%-a szavazott le. Ez ugye azt jelenti, hogy ugye 2022-ben több mint 3 millióan szavaztak, ennek 59%-a vagy 60%, majdnem 60%-a szavazott le ezen a választáson a Fideszre. Az ellenzéki pártokra, hogyha ezeket a csodálatos formációkat, amikben elindult most 22-ben, illetve 19-ben elindultak, ott már 70% ez a szám. Mit mutat meg? Rögtön sokkal kisebb ugye az a elérhető szavazói tömb, ugye eltelt két választás között 3 év, nyilván csökkentek az adott támogatottság adatok, hiszen Mi Hazánk is sokkal rosszabb eredményt ért el, mint 2019-ben, mint 2022-ben. De azért azt megmutatja, hogy azok, akik ragaszkodnak akár 3, 4 vagy 5 éven keresztül is egy-egy oldalhoz, vagy egy-egy formációhoz, azoknak ugye sokkal kevesebb az elérhető szám az ellenzéki pártok számára. A kutyapártnak itt lesz talán a lehetősége, hiszen ugye 50% a részvételbeli, vagy arány, szavazati arány közti különbség. Ugye nagyjából 90 ezer szavazott le a kutyapártra 19-ben, és 180-190 ezer ember 2022-ben. Ez azt mutatja, hogy azért van még hova mozgási tér. Nyilván az EP választásnak a sajátossága az ugye az, hogy nem megy el mindenki, aki egy úgyi választásra el szokott menni egyébként. Ezt jól tudjátok, szerintem ti is. Ennek a miértjét nem tartják az emberek olyan fontosnak, nem érnek rá, stb. Elég sokféle okot lehet mondani, hogy miért alacsonyban részvétel ezen. Itt van egy abszolút egy mozgási lehetőség. Viszont a második része, ami biztos, és ez nagyon kapcsolódik az elsőhöz, ugye az egy axióma, és szerintem kár ezen vitatkozni, hogy na de majd, hogyha a DK egy nagyon erős számot hoz, meg a Momentum megugorja az előző számát, és egyébként még az LMP is valami különös foknál fogva magától fog elindulni ez a választáson, én nem tennék nagy tétben, ez biztos, még egy sörbe se feltétlenül. De ettől függetlenül azért azt nyilván azért fontos látni, hogy ez a Fidesznek fog kedvezni, a Fidesz fog nagyon nyerni ezen a választáson. Ez nem meglepő. Baromira nem mindegy a Fidesznek, hogy mennyire fog nyerni ezen a választáson, és azért itt lehetnek problémái a Fidesznek. Abszolút, láttuk, ugye csökken a támogatottsága, ami még így sok mindenből nem olvasható ki. Látjuk a megjelentési adatokat, inflációs adatot és egyébként is az emberek problémáit. Ebből még sok minden nem olvasható ki, hiszen több mint egy év múlva lesz a választás, és hát a választási kampány is egy év múlva fog úgyis igazából elkezdődni, de még talán most sem, vagy akkor sem annyira. Amit mondani akarok, az biztos, hogy ez a protest jelleg, amit többször érintettünk, azért meg fog tudni jelenni. A Fideszen kívül valószínűleg azoknak fog tudni kedvezni ez a választás, doppergés, akik sok embert elvisznek a saját pártjukra, hogy leszavazzanak. De ugye nem csak úgy lehet elvinni ezeket az embereket, hogy hát én nagyon mobilizálom őket, hanem ők azért lesznek mobilizálva, mert hogy valakire, vagy valamire, vagy valakikre, vagy valamikre nem szeretnének szavazni. Ez azért egy sokkal nehezebb ügy, és itt valószínűleg 2023-as év az, ami a legfontosabb a kutyapárt és minden más ellenzéki oldalon levő szereplő számára is. Abban a szempontból bizonyosan, hogyha nem tudnak erőt mutatni, és ez jelentsen bármit is, nem közönkutatási adatokat, hanem úgy általában politika formálására, politika alakítására, politikai cselekvéseket, alternatívállítás, kormányzóképesség lehet és sok jelzővel leírni, de mégis valamilyen fajta erőt mutatni, akkor nagyon könnyen előjöhet annak az esélye, hogy hát a hagyományos bevett establishment ellenzéki pártokkal szemben azok a formációk fognak megerősödni, akik egyébként ezekkel szembe helyezkednek. Kutyapárt klasszikusan egy ilyen szereplő tud lenni. Így az ellenzéki pártoknak és mondjuk egy Momentum nevezetű szervezetnek biztos, hogy az az egyik legnagyobb veszélye
a sok veszély, ami ezt a pártot éri, akár a DK, akár Fidesz, akár bárki más részéről, hogy a kutyapárt el fogja vinni, és az ő szavazóit azt saját magának fogja betudni. Függetlenül attól, hogy a kutyapárt eléri az 5%-ot, vagy nem éri el, ez egy abszolút egy veszély ennek a pártnak a Momentum számára. A kutyapártnak meg nyilván egy lehetőség ebben. Ez abszolút lehet egy párt célkitűzés. És az, hogy ténylegesen mi fog történni a választáson, hát egy könnyű válasz az, hogy fogalmam sincs, azokon kívül, amiket már eddig elmondtam. A másik része viszont azért nyilvánvalóan az, hogy én komolyan gondolom azt, hogy 2023-as év az egy abszolút kampányévnek lehet tekinteni, hiszen nagyon sokan az ellenzéki oldalon egészen biztosan nem érzik ennek a súlyát, felelősségkérdése ismételten. Tehát nem véletlen, hogy a DK azt csinálja, amit csinál. Nem véletlen, hogy a Momentum. Igen. De azt sem véletlen, hogy Ungár Péter azt csinál, amit csinál. És most nyilván a Momentumot viccesen kezeltem, de azért azt nem lehet mondani. És lehet, hogy ti mércétekkel mérve nem csinálnak semmit, és mi mércénkkel, vagy mások mércével sem mérten csinálnak semmit, de ugye itt a szavazóik, akik számára még szimpatikus tud lenni, és ez lehet egy kisebb kör, azok számára talán fontos lehet akár az is, hogy 6 hónap múlva mit fog csinálni az a párt. Én csak azt akarom mondani, hogy 23-ban, hogyha kutyapárt sem kezd el dolgozni azon, hogy 24-ben mi legyen, és én gondolom, hogy el fog kezdeni, meg el is kezdett dolgozni, akkor abban tényleg nem lesz semmi, és ez minden egyes ellenzéki pártra egyébként ugyanúgy igaz. Úgyhogy én ez olyan, ami egy nagyon jó közhely, az üléspont fogja meghatározni az álláspontot, hogyha egy év múlva itt fogunk ülni adott esetben, és látjuk, hogy mi történt ebben az elmúlt egy évben, a 23-as évben, akkor valószínűleg sokkal könnyebb lesz már megmondani, nem csak azért, mert választás az időben közelebb leszünk, hanem mert látjuk ezt a belefektetett vagy bele nem fektetett munkát, és annak a minőségét a kutyapárt részéről is, ami alapján jól meg jósolható, hogy akkor mi várható ezen a választáson. Mindezt úgy, hogy a legfontosabb szempont itt a részvétel lesz szerintem. Hányan mennek el erre a szavazásra, hány fideszes fog oda menni, és fogja behúzni az X-et a kormánypártokra. Hogyha túl sokan mennek el, akkor igazából bármilyen fajta erőfeszítés bárki részéről teljesen mindegy, főleg egy olyan szereplő számára, aki lebegni fog a 5%-os küszöb környékén, hiszen simán lehet, hogy a részvétel növekedésével, akár 1-2-3%-kal is növelt részvétellel pont ki fog csúszni, még hogyha egy korábbi választáson azzal az eredményen már simán 5%-ot elért. Úgyhogy mit tudok mondani, hogy mert nagyon sok munka van, ez alapján lehet megítélni a pártnak majd az esélyeit talán jobban. Valóban az elhangzott, és ha arról van szó, hogy milyenek az európai parlamenti választások, akkor a tankönyvi példák szerint akkor egy olyan pártnak, mint a kutyapárt, tényleg sok esélye van. Ez szokta általában elhozni a választási áttörést akár a korábban a zöld pártoknak, de a radikális jobboldali pártoknak is az EP választások, és utána tudják érzékelni azt a választók, hogy akkor nem elvesztegetett szavazat rájuk szavazni, akár egy országgyűlési választáson is. Tehát valóban sok szempont miatt a kutyapártnak lehet esélye arra, hogy akkor áttörjön, küldjön egy képviselőt az EP-be. Ugyanakkor is pontosan, amit Kristóf említett, azért a nem véletlen, tehát azért a Fidesznél azt lehet látni, hogy a választási felkészülésnek a része a választási szabályoknak a megváltoztatása, és ez most is így lesz a 24-ben az EP választáson. Azért van egy időben, hogy olyan választói csoportok is elmenjenek az EP választásnak, inkább megjelennek az önkormányzati választáson. Ha arról beszéltünk, hogy a fiatalok körében népszerűbb, vagy illetve felülreprezentált a kutyapárt, ez azt jelenti, hogy azért az önkormányzati választáson is aktív választói csoportban nem feltétlenül van ez így. Tehát, hogy olyan választók fognak nagyobb arányban megjelenni, akik nem az ő szavazók, vagy nem az a demográfia, ahol a kutyák felülreprezentáltak. Tehát ez csökkenti valóban a magasabb részvétel az esélyét, hogy áttörjön az EP választáson a kutyapárt. De ezért van itt még más szempont is. Ugye beszéltünk arról, hogy itt hogy mindig van egy ilyen harmadik út, vagy legalábbis a választók egy részének szimpatikus az a párt, vagy az a formáció, melyik nem a blokkokban gondolkodik, amíg azt mondja, hogy nincsen összefogáskényszer. Például az LMP-nek sikerült 14-ben, 18-ban is önállóan bejutni az országgyűlésben. Valószínűleg nagyon sokan azért is szavaztak rájuk, mert azt gondolták, hogy nem akarnak egy olyan ellenzéki összefogásba, amiben bizonyos olyan pártok vannak, amelyek nem tudnak azonosulni. Ez ugyanúgy most is lehet
lehetőség a kutyapárt számára, ráadásul nincs az a fajta kényszer a választón, hogy az ő szavazatán múlik bármilyen fajta kétharmad. Én azt gondolom azért Bálint, hogy a magyar választó nem érzékeli ezt a fajta, hogy a Fidesz nyert mindig az EP választáson, mert ebből nem lesz kormányalakítás, az érzékeli, hogy mikor nyer a Fidesz, hiszen jön egy Fidesz kormány, ez talán valahogy nincs úgy, nem úgy ülepszik le ez a fajta eredmény, hogy ennek ilyen fajta jelentősége legyen, tehát nem érzékeli azt a kutyapárti szimpatizáns, hogy azért mégis jó, szimpatikusak, de azért inkább szavazzunk a Momentumra, hiszen ők lehet, hogy be fognak jutni, nem vészel a szavazatom. Illetve, hogyha egy különállóra szavazok, akkor nem lesz bármilyen fajta kétharmad, ennek nincsen itt jelentősége. Ugyanakkor eléggé úgy tűnik, hogy a mostani EP választáson egy, ahogy erről a többiek is beszéltek, egy kicsit egy ilyen ugye Bálint mondta ezt, hogy akkor egy domináns párt akar lenni a DK, és hogy erre a jó választási eredményre hivatkozna, hogy akkor ezt a szerepet tudja vinni az ellenzéken belül. Ez azt jelenti, hogy lesz egy ilyen vita az ellenzéki pártok között, ami azzal is járhat, hogy esetleg több kutyapárti szimpatizást úgy látja, hogy akkor mégsem két blokk van, hiszen van Fidesz, van Mi Hazánk. Lehet egyébként a kutyapárti választó nyitott a Mi Hazánk felé is, hiszen lehet, hogy most ebben a közegben ez nem így érzékelődik, de hát arról beszéltünk, hogy 180 ezer szavazóról van szó, és sok kutya szavazó számára maga az a fősodorral szembeni ellenszem, a rendszerellenesség, és ez a fajta rendszerellenesség ez nem csak az Orbán rendszert jelentheti, hanem jelentheti a Big Pharmát is adott esetben, vagy a fősodrú médiát, stb. Tehát lehet egy átjárás a Mi Hazánk felé is. Tehát, hogyha van egy olyan választó érzékelés, hogy itt mégsem két blokk küzdelméről van szó, akkor az még csökkenteti a kutyák támogatottságát. Tehát csak arra szeretném volna felhívni a figyelmet, hogy a választási részvételen túl azért vannak egyéb tényezők is, amik befolyásolhatják azt, hogy akkor hogyan viselkedik végső soron a kutyapárti szimpatizás. Még egy szempontot azért persze ide tennék, hogyha kialakul egy ilyen vita korábban összefogó ellenzéki pártok között, az azért ez egy olyan meggyőződést is kialakíthat, hogy valamilyen fajta belső hatacáriról van szó, és mivel a kutyák nem voltak benne ebbe az ellenzéki összefogásba, ők nem is lesznek úgy érintve a belső viták által. Nekünk a Republikon Intézetben volt egy közménykutatásunk, ahol kifejezetten az ellenzéki listára, illetve a kutyapártra szavazókat vizsgáltuk meg, és például a kutyapártiak között tartott a legnagyobb támogatottság az előválasztásnak. Ugye ez egy érdekes, hogy nem vett részt az előválasztásban, de hogy erre a fajta, hogy akkor ne felülről döntsék el, döntsenek a jelöltekről, ez valahogy mégis a kutyapárti szimpatizások vagy szavazók között, akik legalábbis 22-ben kutyákra szavaztak, ott támogatják leginkább. Tehát ilyen szempontból is, hogy elkülönülnek a választók is annak a megítélése, hogy akkor milyen fajta ellenzéki együttműködési lehetőségek adódnak. Ugyanakkor azért azt szerintem fontos hangsúlyozni, vagy legalábbis azon egy kicsit gondolkodni, hogy mit is jelenthet a kutyapárt számára az EP választás. Ugye beszéltünk a választási áttörésről, hogyan érzékelik a választók az adott pártot, hogy akkor érdemes rájuk szavazni. Én azt gondolom, hogy előállt egy olyan helyzet, hogy a kutyapárt elsősorban azokra a szavazókra számíthat, akik még most is úgy gondolnak a pártról, ahogy akár gondolkodtak 22-ben, ahogy most érzékelik a kutyapártot, ugyanakkor a többi ellenzéki, vagy legalábbis kormánykritikus, rezsimellenes választó számára egy másfajta érzékelést adhat, hogyha bejut az EP-be a kutyapárt, és akkor valóban azok a fajta politikai üzenetek, amelyek arról szólnak, hogy akkor milyen komoly javaslatai vannak a kutyapártnak, az sokkal inkább rezonálhat a választók között, és akár a kormánytól független médiában is. Nézői kérdések is lesznek? Igen, az lesz a fel. Akkor jöjjenek azok. Jó, én engedek a nyomásnak, csak annyit szeretnék független elemzőként hozzátenni, hogy zárul az olló egyrészt, másrészt nyílik, tehát nyisszok. Ilyen az olló. És nyikorog, vagy megvan a lajonszal? Meg kell néznem a számokat, kint vannak a kocsik. Rendben, akkor a szervezet része ezzel véget ért az esemény, és most jönnek a közösség kérdések, aki szeretne bármilyen kérdést feltenni, az jelentkezzen, és oda viszem hozzá a mikrofont. Akkor nem tudom, a Tibi jelentkezett először, aztán megyek szépen lassan körbe. Nem én volt először? A Tibi már azért jelentkezett, feltettem volna a kérdést, hogy nem. De aztán utána az úr jön. Szívesen átadom. Amelyik is a magasabb.
Most már megvolt a bemutatkozás, hogy szervusztok, Tibor vagyok. És azon a kérdésem, hogy ez így most már többször elhangzott meg, ez nekem mindig is ilyen alapvetésnek tűnik a beszélgetésekben, hogy a kutyapártnak protest szavazatai vannak. De mondjuk ez a mi hazánkkal kapcsolatban viszonylag ritkán hangzik el, pedig én azért szeretném azt hinni, hogy Magyarországon nincsen annyi náci, mint ahány mi hazánk szavazó van, aki tényleg így őszintén deportálná mondjuk a cigányokat. Hogy biztos-e ez még, hogy a kutyapártnak kizárólag protest szavazói vannak, vagy többségében protest szavazói vannak, és hogyha nem, akkor mi okozhatta az elmozdulást? Miben tudunk építkezni erre? Köszi. Én azt gondolom, hogy a mi hazánknak is jó rész protest szavazói vannak, de tovább megyek, a Fidesznek is rengeteg protest szavazója van, csak ők az ellenzék ellen protestálnak. Az ellenzéknek gyakorlatilag csak protest szavazói vannak, mert ők a Fidesz ellen protestálnak. Szóval, hogy ez valóban... Tehát Magyarország egy nagy, nagy protest ország, ezek szerint. És ez vicces hangzik, de szerintem ebben sok igazság van. De nyilván ez egy jó rávilágítottál arra, hogy az elemzői kifejezések azok milyen felszínesek tudnak lenni, ha nem jól használják. De azért egy szavazó az, persze így próbálják az elemzők egy kategóriával illetni, de azért mindenki egy bonyolult egyéniség. Hogyha beszélgetünk az emberekkel, akkor ez kiderül. Szóval a protest szavazó az nem azt jelenti, hogy az nem gondol semmit az adórendszerről, vagy a környezetvédelmről, vagy nem tudom miről. Tehát, hogy amikor én korábban mondtam olyat, hogy a két farkúnak sok protest szavazója van, vagy nagyrészt protest szavazó, nem azt jelenti, hogy ezzel azt mondtam, hogy akkor ő nekik minden mindegy, minden másba. Szóval, hogy azért nyilván mindenki gondol egy csomó minden, szóval, hogy ez azért így nem ilyen egyszerű. Tehát szerintem több kategóriát is lehetne illetni a két farkú szavazóra. Az is igaz lenne, hogy fiatal szavazói vannak, akiknek olyan dolgok fontosabbak, ami a fiataloknak. Környezetvédelem, oktatás... Azt is lehetne mondani, hogy az elvándorolt szavazók körében nagyon népszerű a kétfarkú kutyapárt, sőt, mi csináltunk egy mérést is a nyugaton élő magyarok körében, és ott sokkal jobban állt a kétfarkú kutyapárt, mint az itthon élők között. Szóval a protest szavazó az csak egy elemzői kategória, van még mellette ezer másik. Bocsánat, csak egy gondolat ehhez. Szóval, hogy viszont egy protest szavazó, szerintem ez egy fontos dolog, most már az egész ország protest szavazó, kicsit visszamennék abba, hogy szerintem mind a mi hazánk, mind a két farkú egy válasz, vagy egy ilyen dűből és kiállandóságban lévő válasz arra, hogy ami van a palettán, az nem elég, ez nem jó. És amit mondtál, ez nagyon fontos, hogy aki mi hazánkos, egyébként a Fidesz ellenzéke, mert nem a Fidesz ellenzéke, akkor a Fideszre szavazott volna, 22 valamiért nem szavazott rá. És nem, én nem, nagyon rossz fele visz szerintem gondolkodásban is, és szerintem az egész helyzetünk megértésébe is, hogy ezeket nácizuk az embereket, mert lehet, hogy van közöttük náci, de nagyon sok közük nem, hanem egyszerűen olyan vidéki fiatalok például, akik egy lázadásból és egyfajta szubkulturális kapcsolódásból szavaznak, vagy mennek a mi hazánk felé. És nézzétek meg azt, hogy amiket mondanak témák, lehet legyen ez a Covid-dal kapcsolatos gondolkodás, vagy akár most a magyar... Becs, most higgyétek el, nem én vagyok a mi hazánknak, nem tudom, az ügyvédje, vagy nem tudom, hanem inkább a megértésnek szeretném mondani, hogy leegyszerűsíteni ilyen kérdésekre. Láttam azt, én már elég idős vagyok ahhoz, amikor ugyanebben a gondolkodással beszéltek jogosan vagy otthonnal jobbikról, hogy akkor ez majd egy magyar náci gyülekező helye, ami bizonyos szempontból akkor talán részben igaz is volt, de attól még ez nem így van. Tehát ezért az a... És építette a magyar szélső jobb oldalt. Bocs, az, hogy most a Jobbik egy néppártosodott párt, attól még azt azért akármilyen politológiai székben ne kövessük el, a Jobbiktól, hogy fölépítette a magyar szélső jobbot. Hogy a Jobbik építette fel a magyar... Ezek együtt épültek föl a Jobbikkal. Én ezt együtt, ebben vitatkoznék veled, de szívesen beszéltek erről, hogy
hogy vajon Dani a Jobbik szakértő, abban is jó szakértő. Tényleg, abban írta a PhD-jét, nem is rossz könyv, amikor kiadta. Tehát, hogy a Jobbik építette fel a magyar szélső jobbod, ez egy elég, hát hogy mondjam, nem teljesen történelmi gondolkodás. Korábban volt az már, és az, hogy a Jobbik ezt meglovagolt, az egy másik. És azt szeretném volna mondani, és nem vitatkozott, föl nem kifigurázva, amit mondasz, hogy a megértés ennél mélyebben kell őket megérteni, mert különben úgy fognak elhúzni mindenki mellett, mind a fene. Mert pontosan ez a fajta lenézés, ez a fajta másodlagos állampolgárság, vagy hülye, vagy mucsaizás, csak az ő magukra hajtja a vizet, és sokkal veszélyesebbnek gondolom Torockai Lászlót, mint Vona Gábort. És pontosan az a feladat, bocsánat, hogy nem lenézni kell őket, meg hülyének, meg nászizni őket, hanem megérteni, hogy mi hagyja az ő dühüket, és azt a dühöt valahogy magatokhoz, vagy valakinek becsatornázni, anélkül, hogy ebben a nagyon végtelen szélsőséges, vagy nem tudom, cigányokat deportáló kérdések köré építsünk, hanem abban, hogy mi motivál egy 20 éves gyereket mondjuk Tatabányán abból, hogy Mi Hazánk szavazó legyen. Én nagyon úgy gondolom, hogy nagyon kevés része rasszizmus ennek, hanem sokkal inkább egyfajta közösséghez, vagy valamilyen harmadik utas alternatívához való csatlakozás, de mondom ezt, mert a Dani tényleg a szakértő. Meg a másik Dani is egyébként. Én nem. Annyit fűznék hozzá, hogy legalábbis a protest szavazót, vagy de annyi feltartásom van ezzel kapcsolatban persze, hogy azért miért lenne valakinek a pártválasztás önmagában protest. Annyiban persze lehet, hogyha nem fősodrú pártokra szavaz, hanem a pártokra, amely kifejezetten nem csak egy-egy párttal szemben, vagy éppen a kormánnyal szemben foglalkozzák meg a programjukat, hanem mondjuk az egész politikai establishmenttel szemben, és így ennek voltak a zöldek, vagy akár a radikális jobboldaliak. Azt, hogy mennyire terjed ki az a fajta... Én, ugye ez érdekes, mert nagyon a Jobbikról, mint párttal foglalkozott, illetve a választói magatartás, vagy meg a radikális jobboldal, hogyha szóval akkor a mozgalommal foglalkozom, és azért a mozgalmiság az sokkal szűkebb, mint a párt és a szavazói. A Magyar Szigetnek a csúcsán volt kb. 10 000 látogatója. Nyilván nem lehet erre leszűkíteni, hogy ki az, akinek otthon nem tudom, milyen jelképek vannak a falán, és hogyan gondolkodik, vagy hogyan viccelődik, de azért az, hogy mennyi az a aktív és a mozgalomban résztvevő réteg, azért az jóval kisebb, mint a talán a Jobbiknak volt valamikor 1 millió szavazója is, mint az mondjuk az a 10 000 ember, aki elmegy egy Magyar Szigetre. És maga a mozgalom létezett a Jobbik előtt is, és a Jobbik után is, pontosan ezt tudja adni a Mi Hazánknak azt a fajta erejét, vagy azt a fajta mozgósító erejét, hogyha valaki elmegy egy... Régen még a Hajógyári szigeten egyszerre volt SZDSZ Majár is és Jobbik Majár is, most már csak csak Mi Hazánk van, igen, Jobbik sincsen már, de hogyha valaki elmegy a Hajógyári szigeten el is elsőn, akkor láthatja azt, hogy azok a fajta... Ugye nem minden lovasi jászat radikális jobbos, de azért egy radikális jobbos ilyen pártrendezvényen más jelentése van a lovasi jászatnak, ahogy például egy Magyar Szigeten is. Tehát ezek a cselekvések, ezek a mondások, ezek az érzések, ezek az attitűdök, ezek a szimbólumok, ezek Jobbik előtt is, Jobbik után is lesznek. Pont ezért ebből tud táplálkozni a Mi Hazánk is, és ez mutatja azt, hogy tulajdonképpen a rendszerváltásot, hogyha nem nézzük, ugye csak azt a mi épre tekintünk, amelyik egy rendszerváltó pártból alakult ki, akkor azért mindig létezett egyfajta politikai párt. Ha valaki szeretne, nem tudom, parlamenti mandátumot, és épp nincsen radikális jobboldali párt a magyar parlamentben, akkor igyekeznie kell alapítani egyet, mert arra mindig lesz valamilyen választói kereslet. Sziasztok! Nagyon érdekes volt ez az elmúlt 2 óra. Nagyon jól megspindoktorkodtátok azt, hogy mik a közvélemény kutatások, stb. Egyrészt az egyik kérdésem az lenne, hogyha már fölmerült az MKKP-nak a jelentősége abban, hogy mik voltak az országgyűlési választásoknak az eredményei, hogy valaha magyar közvéleménykutatók, vagy ti személyesen, akik, tudom személy szerint, hogy van itt olyan, aki közvéleménykutató cégben van, megmértétek-e, hogyha nem indul el az ellenzék, és csak az MKKP indul el, mert azért fordítva erről beszélgettünk, hogy az MKKP elindult a választáson,
és hogy közben kétharmad. Én azért megnéztem a választási eredményeket, nem látok szignifikáns különbséget a között, hogy elindul az MKKP, vagy nem indul el az MKKP. Lehet erről beszélgetni, érdekes morális kérdés. Nagyon szívesen meghallgattam azt, hogy mit gondolnak erről emberek, mert azért valljuk, mert nem elemzőként ült itt sok ember, hanem mint emberek, mit gondolnak a Fideszről. Tök jó volt, tök oké, bármikor üljünk le egy sörre, beszélgessünk erről, de hogy akkor vizsgáljuk meg, hogy mi lett volna fordítva, nem indul el az ellenzék, nincs Márki-Zay Péter, vagy hogy csak azt megmérni, hogy Kovács Gergő hogyan áll Márki-Zay Péterrel szemben. Egy ilyen nagyon egyszerű kérdést közvéleménykutatásban országos mintán föltenni, hogy Kovács Gergely, vagy Márki-Zay Péter. Mert én nagyon szívesen bármikor meghallgatom azt, hogy ki mit gondol arról, hogy Fidesz, ellenzék, MKKP, csak hogyha közvéleménykutatásról beszélünk, akkor azért én, amit tanultam a közvéleménykutatásokról, a kérdéssel is lehet befolyásolni egyébként a válaszadókat, és én egyébként soha életemben, ezt meg csak mellékesen jegyezném meg, hogy a 90-es években egyébként részletesebb közvéleménykutatást lehetett olvasni a Népszavában, mint ma, amikor a Medián, Idea, meg a Tököm tudja ki, a Republikon kijön azzal, hogy volt egy közvéleménykutatása, ma csak odaraknak elén pár számot, és akkor ezt kell gondolni. Ez az, amit a média lehoz, ezt gondoljuk arról, hogy politika, ezek a számok, erről gondolkozunk. Na, mondom, 90-es évek, nyugodtan keressétek vissza az Arcanumon, vissza lehet keresni. Ennél részletesebben jöttek le a 90-es években a dolgok, hogy így akkor ebből a szempontból megvizsgálva, mi lenne, hogyha mondjuk Kovács Gergőt Márki-Zay Péterrel ellen indítjuk el, hogy így valaha erről voltak-e bármilyen kutatások, vagy hogy van-e tervben olyan kutatás, hogy most hogy hogy áll az MKKP ezzel kapcsolatban. Ne, a kérdésedre az a válasz, hogy mi nem csináltunk ilyen mérést még, de azt is hadd mondjam, hogyha szeretnél méréseket látni, vagy mérni, akkor azért sajnos fizetni kell. Szóval, hogyha nem sokat egyébként, tehát az, amit most mondtál... Összedobjuk! Közalkalmazotti fizetésből fizetek! Persze! Jó buli! Jó, én csak próbálok a kérdésedre válaszolni. Egyrészt azt kezdte, hogy volt egy ilyen, én nem tudok róla, nem láttam ilyet, ami azt mérte volna, hogy... Az én dolgom lemérni. De a közvéleménykutatónak is... Hát igen. Szóval a közvéleménykutatók se dolgoznak ingyen, tehát hogy nekik is kell a fizetés. Úgyhogy a közvéleménykutató az vagy azt tudja csinálni, hogy megméri az összes pártot, vagy pedig olyan típusú méréseket csinál, amit megrendelnek tőle. Márki-Zay Péter, de nálunk sem volt ilyen kutatás, amiről beszéltél, de ez azért is volt, mert nem volt ilyen politikai szituáció, amikor ennek például lett volna relevanciája. Tehát nem volt meg egy fordítva, olyan... Miért beszélünk róla, bocs? Hogy fordítva? Mert hogy arról beszélünk, hogy az MKKP-nak a felelőssége abban, hogy kétharmad van, de hogyha egyik oldalról vizsgáljuk, hogy így... Akkor magyarázz el nekem a politikai relevanciát. Én nem beszéltem erről, én arról beszéltem, hogy vannak olyan értelmezések vagy kérdések, amik felmerülnek a választás után, hogy kinek a hibája a kétharmad. Én csak arra szeretnék válaszolni, hogy ha mondjuk lett volna egy olyan előválasztási szituáció, ami azzal szembesül az ellenzéki választó, hogy akkor Kovács Gergő vagy MZP van a cetlin, akkor valószínűleg lett volna ilyen közvéleménykutatás. A másik az, hogy miért volt a 90-es években a Népszabadság, azért, mert a Népszabadságok több mint 200 ezeres példányszáma volt, és ki tudták fizetni. Az újság meg tudta rendelni ezt a közvéleménykutatást, volt akkor erre pénz. Most ugye nincsen Népszabadság, a legnagyobb ilyen nem kormánypárti napilap az 10 000 között van a Népszava, nincsenek, ritkán vannak ilyen kutatások, és ami van, és esetleg megrendel egy napilap vagy egy hetilap egy közvéleménykutatást, az nem tud olyan részletes lenni, mint azt ami esetleg mondani, az Ipsos. Azt mondod nekem, hogy nincsen szociodemográfia az országos reprezentatív kutatások mellett, amit meg lehet nézni, nincsenek egyéb kérdések, csak ezt az egy kérdést megkérdezitek, és ez az, ami kimegy az oldalra. De hát... Miért
adná meg? De hogy volt, szóval az úgy néz ki, hogy igen, ahogy Dani is mondta, hogy van megrendelő. Tehát azért közvéleménykutatások vagy úgy készülnek, hogy van egy megrendelő, ez lehet adott esetben egy politikai párt, lehet, hogy egy intézetnek van egy olyan projektje, amiben kap valamilyen olyan fajta forrást, amikor tud más témával is foglalkozni, vagy például van egy napilap, de ezek, mivel hogy ez viszonylag drága, ezért általában olyan kérdésekről van szó, vagy merül fel, mint mondjuk a párszimpátia, és nem feltétlenül ilyen politikusi párosítás, amelynek egyébként nincsen relevanciája, hiszen nem az volt, mert mondjuk egy MZP Dobrevnek volt a második fordulat az előválasztásnál, hogy akkor ki az, aki inkább oda szavazna, hiszen volt egy ilyen tényleges politikai szituáció. Ezt akkor érdemes mérni. Egyébként nem csak azért, mert erre van megrendelés, hanem mert a válaszadónak is egy olyan szituációt teremt, ami nem valós. Itt egy kicsit felmerülhet az, hogy a pirézek kérdés, ez biztos ismeritek. Ez azért lehet fontos, mert ez egy kontrollkérdést jelent, de az, hogy akkor ez publikálja esetleg a közvéleménykutató vagy sem, én azt gondolom, ez nem feltétlenül etikus, hiszen maga a válaszadó nem volt teljesen tisztában azzal, hogy ez most ténylegesen van egy ilyen népcsoport vagy sem, de azt hiszem, hogy ez annyira nem izgalmas. Igen, de ez éppen nagyon izgalmas, amikor az MPK-ról beszél, mert én voltam már részese közvéleménykutatásnak, az iránytűnek egyébként, de ez azt gondolom, hogy mellékes, de hogy tízszer annyi kérdés hangzott el tulajdonképpen, mint amennyi egyébként megjelenik, mint olyan, ami egyébként meg statisztikailag szerintem nagyon érdekes egyébként, hogy hogyan mérünk föl embereket. És hogy itt arról beszélünk, hogy értelmezünk bizonyos mutatószámokat. Én azt gondolom egyébként, hogy ezekről a mutatószámokról nektek is többen rálátásotok van, mint nekünk egyszerű választópolgároknak, de közben meg arról beszélünk, hogy egyszerű választópolgárok hülyék egyébként, mert ezt meg azt csinálják, de nem látnak rá arra, amire egyébként ti rálátok, mint közvéleménykutatók, vagy mint aki megrendelte a kutatást. Azt ajánlom, hogy a társadalmi tükör kiadvány például érdemes nézni, illetve a politikai tükör, ami a társadalmi kutatóközpontban jelenik meg. A Tárkinak vannak ilyen kiadványok, amik azért nagyon részletesek, és ott sok mindent meg lehet nézni, és talán ott az adatgazda kutatóval is lehet beszélni, hogy esetleg az adatfájlt adja oda. Én csak annyit tennék hozzá, hogy van egy csomó megrendelésünk, ahol a megrendelő kéri, hogy ne hozzuk nyilvánosságra az adatot, mert ő szeretné tudni. De ez, én ezt nem látom rossz dolognak. Ezt nem szokták elmondani a médiában. Én tudom, te tudod. De én ezt szívesen, ha kiteszitek a Facebookra, ott is mondhatjátok. De akkor én lehet odaírni, hogy és egyéb, amit nem árulunk. De ez már majdnem olyan, mintha azt mondanám, hogy a többit a kocsiba hagytam. Tehát... Pontosan az, amit a Mogács mond, és le lehetett keverni a Mogácsot azzal, hogy nevetséges, de hogy ez pontosan az, amiről a Mogács beszélt annak idején az ATV-ben. Oké, köszönjük. A következő kérdés feltett, mert most... Sziasztok, Balázs vagyok. Én nem hagytam a kérdésem a kocsiba. Egy nagyon-nagyon gyors kérdés lenne. Én azt látom, hogy a kutyapártnak az egyik nagy előnye az még, hogy még nincs a radaron, tehát nem olyan tényező, hogy a kormánypárti propaganda lejárató hadjáratok indítson ellene. Volt-e egy kóstolgatás, ezt mindjárt tudjuk, hallottuk, de nem volt átfogó kampány. És én a kutyapárt előnyének azt látom, hogy egy ilyen eseményre ő humorral tud reagálni. Elegendő lehet ez, hogy megakassza a kormánypárti propaganda gőzhengerét, vagy sem, és ha igen, vagy ha nem, akkor milyen módszerek, lehetőségek vannak még arra, hogy ez ellen fel lehessen lépni. Köszönöm szépen. Egy nagyon gyors példa. Én kevesek közé tartozom, aki nem vagyok mondtam, fideszes intézetnél, és szerepeltem már fideszes médiában, és ott azt olyan hírtévében konkrétan, ugyanaz a műsorvezetőnél, aki talán múlt héten vagy két héttel ezelőtt, nem is tudom mikor, egy MKKP-s pártigazgatót kérdezett. Elképesztő kedélyes volt az a beszélgetés egyébként, hogyha ezt egy 6 ellenzéki párthoz tartozó politikussal tette volna meg, akkor valószínűleg kapott volna, nem tudom, egy taslit a tarkójára, ez a műsorvezető. Nyilvánvalóan itt ugye el is hangzott, hogy kérdésekkel is lehet, vagy kérdezéssel is lehet befolyásolni, vagy itt a kérdésekkel is lehet provokálni, ahogy szoktam mondani a fideszes nyilvánosságban páran. De arra akarnék kitérni csak, hogy
Hát megváltoztatni nyilván nem lehet a NER médiának a hozzáállását, de az viszont látványos tud lenni adott elemeknél, hogy igen, a kutyapárt teljes mértékben valóban reprezentálva a hagyományos médiumokban, mind a fideszes oldalon, mind az ellenzéki oldalon. De ezt ők vállalták, nem? Azzal, amit képviselnek. Bocsánat. Most nem tudom, hogy a kutyapártról van szó. Igen, ez lehetséges, de amikor mégis bekerülne a kutyapárt valamilyen formában ezekben a médiumokba, akkor ott nem feltétlenül azzal a típusú hozzáállással kell találkozniuk, mint a hat ellenzéki párt, parlamenti képviselettel rendelkező párt valamelyikének, és itt most egy konkrét hírtévére is lehet akár utalni. És ebből el lehet vonni egy olyan következtetést, ami szerintem nem helyes, de azért elgondolkodtató, hogy vajon a Fidesznek érdekében áll a kutyapártot egy kicsit megemelni a nyilvánosságban. Ezzel lehet gondolkozni, én nem fogok erre választ adni. Vagy egyébként nincsen ilyen, és a kutyapártnak teljesen demokratikus hozzáállás mellett is próbálnak lehetőséget biztosítani, mint ahogy a Gattyán pártjának, meg a Gödény pártjának, meg a nem tudom, hogy milyen pártnak. Nem. Az egészen biztos viszont, hogy szerintem ezeket érdemes, és ezekre nincsenek ilyen adatok, amikkel lehet vizsgálni, de sokkal inkább itt a vélemények azok, amik, és a gondolkozás főleg az, ami talán jobban meg tudja határozni, és ki tudja fejteni, hogy akkor kutyapártnak, meg a NER médiának, akkor milyen a viszonya egymáshoz? Én válaszolok rá radikálisabban. Szerintem akkor lesz jó, amikor elkezdi majd valóban bántani a Fidesz a kutyapártot, mert akkor már célban vagytok, addig meg használnak titeket. És ugye beszéltem erről korábban, hogy a hasznos idióta meg a hasznosság közötti különbség jelen pillanatban, hogyha én, hát nem vagyok, de hogyha én fideszes médiatervező lennék, akkor azt mondja, minden, persze, menjen, szerepeltessük, csináljak, ugye az ellenzék ellenzéke, hülyék, viccpárt, ha ők vannak többségben, akkor azt jelenti, az egész ellenzék is hülye, tehát most a logikai sort mondom, és ezt ők használni fogják. Abban a pillanatban, amikor meg már komolyan vehetők lesznek, vagy lehettek, akkor majd rátok fog fordulni a Fidesz média, hogy talán kicsit el is fordult a hegyvidéki képviselőre egy kicsit, amikor ott nem jó helyre tette a kezét, különböző, vagy az, tudom, a szemét. De most jelen pillanatban inkább ez a helyzet van. Pont ezt akartam mondani, hogy Pokorni Zoltán minél idegesebb a Kovács Gergely, annál nagyobb esélye fog nőni ez a támadás. Az még nem releváns, mert Pokorni Zoltán az nem, hogy mondjam, nem főszereplője ennek a nyilvánosságnak, hanem mondom még egyszer, ők most azt látják, hogy az ellenzéken belüli harcon, pedig nekik az fontos, hogy minél nagyobb esetleg ezt a harcot, amit mondtál, és erre használok teket. És az jelen pillanatban szerintem is fontosabb, hogy a Szuzira mennyire mérgesek, mint hogy a Kovács Gergőre mennyire mérgesek. Hát a Szuzira is eléggé, de szerintem az még fokozódni fog. Igen, csak nem mindegy, hogy ki mérges, tehát itt az ellenzéki. Többé ellenzéki párt mérgése, az sokkal fontosabb, mint az, hogy a Pokorni mérges. Tessék! Most már az időnk az elfogyott, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek a részvételét és a kérdéseit, illetve a meghívott vendégeknek is, hogy eljöttek. További szép estét mindenkinek. Sziasztok!